Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésünkön. Köszöntöm a megjelent vendégeinket, illetve mindenkit, aki az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan tiszteletét tette. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes a kiküldött meghívóban 17 napirendi pont mai napon történő tárgyalására tettem javaslatot. A következő módosítást tenném. A 15-ös napirendi pontot a tájékoztató háziorvosok, iskolosok, fogorvosok a védőnői hálószolgálat tevékenységéről, a városlakosságának egészségű állapotáról. Ezt az anyagot első napirendi pontként tárgyalnánk, míg a 7-es és a 14-es napirendi pontot utolsó 16 és 17. napirendi pontként tárgyalnánk. Itt zárt ülésre kerülne sor az Arany János tehetséggondozó program, valamint a Burza Hungarika kapcsán. Aki ezt a módosítást elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyben szavaznánk a napirendi pontjainkról. Aki ezen napirendet támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hang, igen. Akkor el is kezdenénk a munkát. Első napirendi pontunként akkor tárgyalnánk a tájékoztató a háziorvosok, iskolorvosok, fogorvosok a védőnői szolgálat tevékenységéről, a város lakosságának egészségügyi állapotáról. Kérném szépen a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság véleményét. Jött igen, a elfogadást, javasoljuk a tájékoztatókat. Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt jelenlévők közül, van-e olyan, aki a leadott tájékoztatóval kapcsolatosan esetleg kiegészítéssel kíván élni? Amennyiben nincs, akkor én elnök asszonynak megadnám a szót, hiszen tudom, hogy ilyenkor is röviden összefoglalod mindezt, amit olvashattunk, láthattunk, úgyhogy tiéd a szó, elnök asszony. Igen, nagyon röviden szeretném összefoglalni, hiszen tegnap minden tájékoztatóról külön-külön beszélgettünk, és kérdéseket tettünk fel, illetve válaszokat kaptunk, illetve megoldási javaslatokat. Elsősorban a bizottság nevében szeretném megköszönni a szakmai tényekkel, adatokkal alátámasztott alapos elemző tájékoztatást, és köszönet azért, hogy minden tájékoztató talán olyan volt, hogy a beteg nem csak adat volt benne, hanem elsősorban ember. Bocsánat. A döbbenetes tények mellett mindenki hangsúlyozta a prevenció fontosságát és miben létét. Több javaslat is elhangzott. Például Szím Katalin főorvos asszony vállalná, hogy egy egészségrovatot indít az újberegi életben. Ezt ajánlanánk a szerkesztőség figyelmébe. Mi is javasoltuk, hogy az összegzését, amit a tájékoztató végére írt, ez mindenképpen jelenjen meg írásos formában is. A tájékoztatóban és a beszélgetés kapcsán is megfogalmazódott, hogy nagy szükség lenne pszichológusra, logopédusra, gyógytornászra. Kérem, hogy próbáljunk státuszt, majd szakembert szerezni, tehát ez javaslatként is megfogalmazódott. Az újberegi életben, illetve a városi televízióban időnként jelenjen meg tájékoztatás, a közgyógyellátás ápolási díj igénylésével kapcsolatos tudnivalókról. És még egyszer köszönet azoknak az orvosoknak és védőnőknek, aki a városi rendezvényekhez csatlakozva például ugye állapotfelmérést végeznek, vagy prevenciós tanácsokat adnak. Ennyit szeretnék mondani röviden, mert tegnap tényleg tüzetesen megbeszéltük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtestület, kérdezném, kérdés van-e a tájékoztatókban leírtak kapcsán? Hozzászólás van-e? A polgármester asszony, parancsolj, tiéd a szó. Mint egy órát tárgyaltunk erről a napirendi pontról. Én is meg szeretném köszönni minden több évtizedeit dolgozó kollégámnak, és hát külön dr. Katona Andrea doktornőnek, aki meg is tisztelt most bennünket, hogy tényleg ő a legfiatalabb, és bevállalta a körzeti munka tevékenységét és szépségeit, és hát az árnyoldalait, és megköszönöm a munkájukat, mert ahogy elnök asszony is elmondta, a gyógyító munka mellett elsősorban tényleg az egészségtudatos, környezettudatos magatartásra,
a betegeknek a saját érdekükben, a betegségük megelőzésére vagy gyógyításában való részvételre buzdítását, és hát bizony azt kell mondjam itt konklúzióként, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a város orvosai kivétel nélkül szinte, leszámítva a doktornőt és hát egy pár környező településen lévő fiatal kollégát, bizony túlléptük azt a korhatárt, amikor gondolkodni kell a városnak arról, hogy hát a körzetekbe új orvosokat kell fogadni, és ennek a lehetőségét megteremteni, hogy a következő célként talán a képviselőtestületnek, ennek is, meg majd a következőnek is már ezt kell, ezeket hát ezek ilyen forduló életszakaszok figyelembe venni, és hát valami megoldást találni rá, mert látjuk azt, hogy bizony vannak évtizedek óta ellátatlan körzetek, és hát azt gondolom, hogy mint ahogy itt a város képe is mutatja, mi még dolgozunk, szeretnénk sokáig dolgozni, Isten kegyelméből, reméljük, hogy ez sikerül is, de ezen mindenképpen el kell gondolkodni. Emellett mondom, még egyszer megköszönöm tényleg azt a munkát, én azt gondolom, hogy az orvosok, az egészségügyi dolgozók, a kórházban dolgozók is mindent megtesznek azért, vagy legalábbis igyekeznek mindent megtenni, hogy teljes ellátást nyújtsunk abban a struktúrában, ami hát most itt számunkra nem így van adott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Képviselő parancsolja. Két dolgra szeretnék rámutatni. Az egyik az, hogy javasolnám, hogy valamilyen, hát az okok megkeresésére valamilyen intézkedés történjen. Itt a beszámolóban egyértelműen látszik, hogy 2011 óta a csecsemőhalálozás alakulása az hát igencsak rossz tendenciát mutat. Egy 2013-hoz képest duplájára emelkedett a járásban, nem csak a vásárosnaműnyi adat ez. És nyilván az egyik mondjuk ilyen mutató, olyan mutató, ami egy térségnek a egészségügyi állapotát jellemzi, nem a legfontosabb, de az egyik jellemzője, meg az egészségügyi ellátás színvonalának ez a mutató. Tehát erre én javaslatot tennék, hogy valamilyen intézkedés történjen, vagy valamilyen elemző munka, hogy minek tudható ez be. A másik, amit föl szeretnék vetni, ezt tavaly ugyanilyenkor fölvetettem, hogy az a prevenciós munka, meg az a megelőző tevékenység, amit az önkormányzat kezdeményezhet, az sajnos azokhoz nem jut el, akik leginkább az egészségügyi állapotukban a leginkább legrosszabbak. És én akkor tavaly javaslatot is tettem, hogy akár önkormányzati költségvetési forrásból valamilyen program megvalósítása kezdődjön el, ami célzottan azokat a városban élőket találja meg, akik általában nem mennek el szűrővizsgálatra önmaguktól, adott esetben nem olvasnak újságot, bár ez is egy pozitív dolog, hogy ilyen felvilágosító vagy egészséges életmódra buzdító vagy nevelő újsági megjelenések várhatóak, de pontosan az a réteg, ahová ez nem jut el, és én tavaly is tettem ezt a javaslatot, én most is megismételném, kihangsúlyozva, hogy nem feltétlenül a házi orvosok terheit kell ezzel növelni, szerintem vannak Magyarországon jó színvonalon szolgáltató ilyen típusú cégek, azok között egy versenyeztetéssel ki lehetne olyat választani, akik mondjuk ilyen célzott szűrővizsgálatokat akár szűrőbusszal is meg tudnak csinálni, mert sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy az a réteg, aki az egészségére nem ad, az sajnálatos módon nem kerül csak későn orvoshoz, és ez erőteljesen rontja a város egészségügyi helyzetének a mutatóit, statisztikáit, arról nem beszélve, hogy gazdaságilag is komoly veszteség, mert munkaképességet is
jelentősen befolyásolja. Úgyhogy ezt a két felvetést szeretném megtenni. Az elsőre nem tudok konkrétumot mondani, ott egy elemző munka kellene. Ebben szerintem a betegellátás minden szintjének benne kellene lenni. A fekvő, a járó, a háziorvosi ellátásnak, hogy elemezzük ki, hogy milyen okok vezetnek oda, hogy ez a csecsemő halálozási tendencia, ez a negatív tendencia évről évre romlik a térségünkbe. A másikra pedig én konkrétan mondom, hogy keressünk olyan megoldást, ahol a szűrővizsgálatokat közelebb lehet vinni a veszélyeztetett csoportokhoz. Köszönöm szépen. Erzsike parancsolja a polgármester asszony. Teljes mértékben egyetértek egyébként ezekkel a célokkal és célkitűzésekkel. Azt kell mondjam, hogy tehát én konkrétan megkérdeztem, és most itt a tévé nyilvánosság előtt mondom, például itt volt a szűrőbusz. Többen, mind a hárman itt a rendelőben folyamatosan szűrjük, és igyekszünk célcsoportokat behívni a rendelőbe. Én nem akarom azt mondani, az én férjem, amikor a Lónyaiban igazgatott, mindig kérdeztem, és itt mondom most, hogy mennyi a cigány gyerekek aránya. Azt mondta, hogy nálunk cigány gyerekek nincsenek, csak gyerekek vannak. Azt mondja, én megkérdeztem viszont, az etnikum milyen arányban vett részt ezeken a vizsgálatokon? Nem vett részt. Hiába hívom be inkontinencia szűrésre, ugye vizelet problémákkal, személyre szólóan, hiába hívom be vércukor, koleszterin, vércukormérés, vagy vérnyomásmérésre, esetleg egy EKG-ra, nem jön be. Na most, mint ahogy képviselő úr is említette, ez a házi orvosoknak a problémája is egyébként. Annyit tudunk tenni, hogy aki a körzetünkhöz tartozik, annál mindenkinél megtörténnek ezek a vizsgálatok, ezt bizton garantálhatom. Egyelőre. Hát találjunk ki közösen valamit, ami itt volt a szűrőbusz, megkérdeztem a főorvosasszonyt, hogy milyen arányban vettek részt, és kik, az etnikum nem vett részt rajta, ott volt a szűrőbusz, egész nap ott állt a szűrőbusz. Tehát akkor most sajnos azt kell mondjam, hogy és ugye hát ott van az inkontinencia, a vizelettartási nehézség. Hát most ez nem tartozik ide, mert nem egészségügyi fórumon vagyunk, de hát ez minden olyan nőt érint, aki szült, és többször szült. Most hát ez kit érint elsősorban, nem tudunk mit csinálni. Én csináltam egy ilyen programot, az idén is csináltunk, tavaly előtt, vagy 3 éve volt egy konkrétan ezekből a körzetekből, emlékszem csak valahogy én figyeltem fel rá, vagy vettem részt, vagy nem tudom, véletlenül csapódtunk oda. Az én körzetemből nagyon sok asszony eljött, 3-szor is összeültünk, nagyon jó volt. Én szeretném ezt másnak is megcsinálni, mert nincs rá vevő. És én azt gondolom, hogy mindannyian ezt csináljuk a rendelőbe, hogy amit tudunk, aki megjelenik, szűrünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hallgatom. Tehát tennék egy javaslatot, mert nyilván az is egy jelentős probléma, hogy önkéntes alapon nem vesznek részt szűrővizsgálatokon. De ha más nem, akkor azt próbáljuk már meg, hogy azokat a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, amit mondjuk kötelező elvégezni, a közmunkás foglalkoztatásnál, vagy közfoglalkoztatásnál, hogy ott próbáljuk meg esetleg külön forrással dotálni, hogy bizonyos olyan vizsgálatokra is sor kerüljön, ami jelenleg most nem része, de így talán akkor meg lehetne vizsgálni mondjuk egy komolyabban egy vérnyomást, egy cukorszintet, tehát olyan jellegű vizsgálatot is, ami esetleg nem a foglalkozás egészségügyi vizsgálatnak, nem a protokolljának nem része. Tehát aki már egyszer bemegy a rendelőbe, azt próbáljuk meg akkor ilyen módon, és hát azt nem gondolom, hogy ott már ellenkeznének ilyen vizsgálatok megtételére.
talán ez is egy lépés lehet a felé, hogy tisztában lehetnek egyesek azzal, hogy adott esetben milyen lapangó betegségük van, vagy milyen problémájuk. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás van-e? A javaslat szerint mindenképpen fogadható, meg kell nézni azt, hogy foglalkozás egészségügyön belül mi az, ami megvan, mi az, ami nincsen. Ami tényleg pozitív és kiemelése került ugye a bizottságülésen is, hogy a született csecsemők száma lényegesen nagyobb, mint az elmúlt időszakban. Volt Vásárosnaimban 101 csecsemő született, Jándon 8, Olcsván 13 gyermek született, és akkor az a védőnői beszámolóból kitűnik, hogy Vásárosnaimban nem volt csecsemő halálozás, viszont a térségben 2016 évben is emelkedett a főorvosasszony beszámolóból kitűnik ez, hogy ennek bizonyára van oka. Tehát akkor itt a kérés az, hogy ezt meg kellene mindenképpen vizsgálni, hogy mi lehet és mindenképpen megelőzni és minimálisra lehetőség szerint nullára szorítani. További hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, nekem mindenképpen lenne egy olyan kiegészítésem, amelyre a városlakók kíváncsiak, Vitka kapcsán, dr. Túróci Zoltán úr kapcsán. Kitűnik a tájékoztatóból, hogy ezt a beszámolót még a 2016-os évre vonatkozóan kaptuk meg. Főorvosúrnak innen is jó egészséget kívánunk, de ma is tárgyaltunk már jegyzővel és hivatalvezető úrral, főorvosasszonnyal arról, hogy a megoldást mindenképpen meg kell találni, meg kell keresni, hiszen sajnos főorvosúr egészségügyi állapota romlott és jelenleg nem tudja ellátni a feladatát. Jelenleg Gerzon főorvosúr helyettesíti, információink szerint december 31-ig, tehát itt egy szűk hónap van arra, hogy megkeressük a megoldást. Nagyon nehéz a helyzet a térségben, a házi orvosok való ellátottságunk. Köszönve Andrának, most még dr. Katona Andrá doktornőnek sikerült legalább most még kiegyenesednünk, de nem egyszerű a helyzet, hiszen látjuk azt, hogy az orvosaink is nagyon fiatalosan, nagyon jól tartják magukat, de az évek száma az itt esetükben is ketyegés, és meg kell tanálnunk a megoldást erre. Többször tettünk már erre javaslatot, esetlegesen egyfajta bérkiegészítéssel, lakáshozzájárulással, de nem egyszerű helyzet. Sajnos ez a térség ilyen szempontból mostoha gyermeknek tűnik. Tudjuk azt, hogy voltak erre intézkedések, tudjuk azt, hogy maximálisan kihasználták erre megszerezhető forrásokat, de mi itt a fiatal orvosok számát tekintve, Andrától tekintve nem látjuk-e az előrelépést, és ez a mindennapok során is nehéz, ugyanakkor az esti és a hétvégi időszakban különösen nehéz, hiszen az ügyeleti ellátásra pedig nagyon nagy az igény, és egyfajta lakossági egészségügyi biztonságot jelent az, hogyha munkaidő után esti, éjszakai órákban is van hová és van kihez fordulni, ezen mindenképpen munkálkodnunk kell a jövőben is. Amennyiben további hozzászólás nincs, megköszönöm mindenkinek a tájékoztatójában leírtakat. Kérem azt, hogy az elhangzottakat mindenki vegye figyelembe és próbálja beépíteni a saját tevékenységébe, és a tisztelt képviselőtestet kérdezném, ki az, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vételre javasolja, tudomásul veszi, egyhangú igennel támogattuk a tájékoztatóban is, elfogadtuk abban leírtakat, és kérnénk, hogy amit lehet, vegyenek figyelembe azok, akik az egészségügy területén dolgoznak, megköszönve természetesen az egész éves munkájukat. Tovább haladunk a meghívóban szereplő első napi rendi pont, ami most már kettes. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályról szóló 5/2014/3/14 önkormányzati rendelet módosítására. Röviden ez a rendelet egy új szereplő az NHKV közbelépése kapcsán, egy egységes szabályozás és az a szolgáltatási kötelezettség előírása kapcsán született meg. Gyakorlatilag egy rendelet módosításról van szó, három bizottság tárgyalta, és kérem szépen a bizottsági véleményeket, először a pénzügyi, a jogügyrendi, és végül a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnökeinek a véleményét. Pénzügyi bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Jogügyrendi 4 igennel elfogadásra javasolta a tervezetet. A bizottságot igennel elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Köszönöm szépen. Megkérném jegyzőt, hogy röviden foglalja össze ezen rendelet tervezetnek a lényegi elemeit, hiszen lakosság igény az, hogy minél többet halljanak meg a televízió nézők is az adott előterjesztésekről, így megadnám a szót jegyzőnek. Köszönöm szépen. Eddig a hulladékkezelési közszolgáltatás két szereplős volt, a szolgáltató, ami a megyei társulás, valamint az önkormányzatok
Jövőre azonban egy új állami cég lép be a rendszerbe, a Nemzeti Hulladékgazdálkodás és Vagyonkezelő ZRT. Ő fogja a számlázást és esetleges végrehajtási feladatok végzését folytatni. Ehhez szükség van az önkormányzati rendeletek szabályozásának egységes módosítására, mégpedig szükséges pontos nyilvántartást és adatszolgáltatást vezetni a szolgáltatónak, amit továbbít az állami cég felé. Valamint a rendelet módosítás részletesebben is ugyancsak egységesen kezeli a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó feltételeket. Nagyon fontos, hogy a társulás döntött, hogy egységesen valamennyi önkormányzat egységes módosítást hajtson végre, hogy valamennyi településen egységes feltételekkel vehessék a szolgáltatást igénybe. Köszönöm szépen. Kérdés van ezen rendelettervezet módosításával kapcsolatosan. Zárójelben csak annyit, hogy Sesztelk Oszkár megyei közgyűlés elnöke látja el a társulásnak az elnöki feladatait is, és ő kérte azt, hogy lehetőség szerint valamennyi érintett település egységesen szabályozza ezen dolgot, és csak annyit jelzi, hogy az EHKV már belépett, tehát ez 16 április 1 napjától működik már. Tehát az EHKV ott van, mint szereplő. Kérdés van-e a rendelet módosításával kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Képviselő úr, parancsolj, ti érsz. A rendelethez szeretnék hozzászólni, csak üzenném a szolgáltatónak, hogy lehetőleg a kukákat ne törjék össze, ne hagyják az út közepén, és ha esik az eső, akkor a tetejét zárják le. Rá. Tehát én, aki reggel elmegy, az estére úgy találja. Nem a rendelethez tartozik, de, világos, de ma jól fölidegesítettem ezen magam, úgyhogy most legalább ezt az üzenetet... Most a kettel lesztek már, ez úr is mindig... Ezt az üzenetet juttassuk már el neki. Okay. Kiegészíteném egy rendszeres és gyakori panasszal, hogy a kapubejáró, garázsbejáró közepébe teszik a kukát, és ez ki kell szállni, amikor odaérünk. Tehát plusz feladattal jár. Jelezni fogjuk mindenképpen. És ide kapcsolódom még annyit, hogy szerdánként ügyfélfogadás van a hivatali épületben, tehát a Városházán. Veres Károly látja el, és bárkinek bármilyen gondja van, keresse nyugodtan Károlyt, mert ez nem a járási hivatal vezetőre tartozik, nem jegyzőre, és még csak nem is rám, de minden esetre bármilyen kérdés van, akkor orvosoljuk és megpróbáljuk, hiába nem hatáskörünk, ezeket a felvetéseket pedig mindenképpen továbbítjuk. Amennyiben további felvetés nincs, szavaznánk, aki a rendeletmódosítást támogatja, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igennel elfogadtuk a módosítást. Egy visszatérő napirend következik, ilyenkor karácsony előtti időszakban, az advent időszakában előterjesztés az időskorúak egyszeri támogatására három bizottság tárgyalta ezen előterjesztést, pénzügyi, jogi és szociális bizottság. Kérném szépen a bizottsági véleményeket. Pénzügyi bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja. Jogi, ügyrendi és közbiztonsági, köszönöm. 4 igennel elfogadásra javasoltuk a tervezetet. Szociális, egészségügyi és művelődési bizottság. A bizottság 5 igennel elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ugye itt a határozati javaslatból kitűnik, hogy a rendelet tervezett kettes pontjából kitűnik, hogy a támogatásra jogosultak a anyagi és jövedelmi helyzetétől függetlenül azok, akik Vásárosnemény városban bejelentett állandó lakóhelyen rendelkeznek, és Vásárosnemény településen kívül tartozási cím nem került részükre megállapításra, továbbá 2017. december 31. napjáig betöltötték, vagy betöltik a 62. életévüket. Ez a lényege ezen rendelet tervezetnek, ami most erre az időszakra vonatkozik nyilván. Kérdés van ezzel kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja ezen rendeletünket, kérem kész felemeléssel jelezze. Egyhangú igennel támogattuk. Annyit szeretnék még elmondani, hogy 2017. december 12-én től kerül kiosztásra, 12-én 8 órától 15 óráig a Vásárosnemény közös önkormányzati hivatal házi pénztárában, Gergely-Ugornyán élők esetében ugyanezen a napon 8-tól 15.30-ig, míg a Vitkai városrészen élőknél szintén ezen a napon a Művelődési Házban kerül mindkét esetben kiosztásra. Köszönöm szépen, és tovább haladunk előterjesztés építményadóról szóló rendelet újra alkotására. Két bizottság tárgyalta ezen
rendelet újraalkotására irányuló elképzeléseinket. Kérném szépen a pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság 4 igennel támogatja a rendelet megalkotását ilyen formán. Jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottság. 3 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a bizottság az előterjesztést. Köszönöm szépen, jegyző úr, tiéd a szó. Az új rendelet megalkotását 2 tényező tette szükségessé. Az egyik az, hogy a helyadókról szóló törvény módosítása következtében az építményadó tárgyának hatáját kiterjesztette a reklám hordozókra is. Ezt építettük be, azonban az adó mértékét 0 forinttal terveztük és javasoljuk elfogadni. A másik ok, tehát ezen kívül minden más változatlan maradt, tehát semmilyen más változás nincs a rendeletben. A másik ok, hogy új rendeletet alkottunk, az, hogy már évek óta a régi rendeleteinket felülvizsgáljuk, és ha szükséges, módosítjuk, de inkább új rendeletet alkotunk. Ez azért szükséges, mert az eltelt időben a rengeteg jogszabályváltozás következtében szinte teljesen újjá kell alakítani a rendeletet, vagy újat kell írni. És a másik ok még az, hogy a jogalkotásról szóló törvénynek megfeleljen, és ezért döntöttünk úgy, hogy átfésüljük, és ami nem kell, azt kihagytuk, csak a legszükségesebb rendelkezéseket hagytuk benne. Köszönöm szépen, kimerítő választ. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan, a rendelet újraalkotásával kapcsolatosan hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki támogatja az új rendelet megalkotását, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel megalkottuk ezen új rendeletünket. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Vásáros Nemény Humán Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának elfogadására. Köszöntöm körünkben intézményvezetőnket, Koncz Edinát. Kérdezném, Edinát, van-e kiegészítésed, benne van-e minden? Bizottságok tárgyalták nyilván. Rendben. Ugye itt egy technikai jellegű módosításról van szó, hiszen változott a munkakörök elnevezése is, ez aztán sok mindent érint. Bizottságok tárgyalták, konkrétan 2 bizottság tárgyalta, ha jól látom, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság. Jogi Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta az előterjesztést. 5 igennel elfogadásra javasoljuk a határozat tervezetet. Köszönöm szépen. Kérdés van-e a határozat tervezetben foglaltakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki a határozat tervezetben foglaltakat támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel a képviselőtestület támogatta a módosításokat. Ennek tükrében jó munkát kívánunk Edina, úgyhogy mi pedig tovább haladunk. Előterjesztés a Vásáros-Tömény közös önkormányzati hivatal helyzetéről, tevékenységéről, a működés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására. Ezen napirendi pontnak előadója jegyző úr, valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és kérném szépen a bizottsági véleményeket. Pénzügyi bizottság 4 igennel elfogadása javasolja a beszámoló A változatát, illetve a határozati javaslat A változatát. Köszönöm. Jogi ügyrendi bizottság is 4 igennel elfogadásra javasolja. 5 igennel elfogadásra javasoljuk az A változatot. Köszönöm, elnök úr. 3 igennel elfogadásra javasolja a bizottság. Köszönöm szépen. Jegyző úr, van-e kiegészítésed? Csak néhány dolgot szeretnék emelni a beszámolóból. Az egyik az, hogy jelenleg is a dandárjában vagyunk egy nagyon fontos feladatnak, az ASP tanulási folyamatának, illetve bevezetésének. Ez egy integrált ügyviteli rendszer. A hivatal szinte valamennyi feladata most már ezen az új rendszeren fog január 1-től működni. Ahogy mondtam, most tanuljuk valamennyien kollégákkal együtt, e-learning, tehát elektronikus képzések vagy jelenléti képzések során. Nagyon nehéz feladat, és még nehezebb lesz az adatok átmigrálása, átvitele erre az új rendszerre. A napi munkák mellett kell ezeket végeznünk. Nagy feladat lesz ennek a bevezetése és az első évben az elkezdése. Aztán kiemelném még, ugyancsak a napi munkákon túl
még elkezdődtek már a 2018-as választás előkészítő feladatai. A választási gépek már a kis tárgyalóban vannak, azt már nem is nagyon tudjuk másra használni. Valamint még egy örömteli feladat, plusz feladat, hogy ugye a pályázataink végre beindultak, ugyanakkor ezt is tudomásul kell venni, hogy a vezetőknek, elég sok köztisztviselőnek ez komoly többlet feladattal jár. És végül pedig a köszönet szavait szeretném kifejezni. Említettem, hogy két köztisztviselőnk ment több évtizedes munka után nyugdíjba az év folyamán. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat, valamint ide sorolnám bár önkormányzati alkalmazott, de Varga György gépkocsi vezető is nyugdíjba vonult. Neki is jó egészséget kívánunk. És ami kimaradt az előtt, vagy a beszámolóból, az, hogy ezúton köszönném meg azt a nagyon sok közmunkásnak a munkáját, akik itt a hivatalban dolgoznak, sokszor majdnem teljes köztisztviselői feladatot, legtöbbször pedig kiegészítik a köztisztviselők feladatának végzését. Ők is komoly munkát végeznek. És végül, de nem utolsó sorban, ugye két intézmény van ebben az épületben, nagyon sok ügyfél, nagyon nagy ügyfélforgalommal, és valahányszor bejövök reggel, vagy elindulok este haza, akkor azt látom, hogy folyik a takarítás, és mindig nem is megfelelően nagyon jó tisztaság fogad bennünket, illetve folyamatosan ezt fenntartják takarítóink. Köszönjük nekik ezt a feladatot is, vagy ezt a munkát is. Köszönöm szépen. Kérdés van-e a előterjesztésben fogadtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Éva, parancsolj! Három mondat erejéig a pénzügyi bizottsági ülésen és az egészségügyi bizottság ülésén is elhangzott a köszönetnyilvánítás. Köszönjük az alapos, szakszerű tájékoztatást, illetve köszönet mindenkinek, aki ebben a beszámoló elkészítésében részt vett. Köszönjük a bizottsági munkánk segítését, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Én csak csatlakoznék az elhangzottakhoz. Valóban elismerés illeti a apparátus valamennyi dolgozóját, hiszen látható, hogy mindig elmondjuk, hogy polgármesteri hivatal, mint olyan Vásárosnagyban nincs. Tehát ugye közös önkormányzati hivatalt működtetünk, és ugye hozzánk kapcsolódik ezáltal Jándis Olcsva is, de ezáltal egy még nagyobb odafigyelés és még nagyobb szakmaiságot igényel. Nyilván menet közben becsúszhatnak hibák, porszem mindig kerülhet a gépezetbe, de emberi módon és a szakmaiságát mindenki szem előtt tartva lehetőleg a legmagasabb színvonalon igyekszik emberi módon végezni a munkáját és tevékenykedni az itt lakókért. Ez köszönet jár valamelyik dolgozónak. Amennyiben további hozzászólás nincs, szavaznánk a határozat tervezet A változatáról. Aki támogatja a határozati javaslat A változatát, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel elfogadtuk a határozati javaslatban a foglaltakat, és tovább haladunk. Előterjeszt is a Beregi Múzeum intézményi dokumentumainak elfogadására. Köszöntöm körünkben igazgató urat. Ismét óriási munka hárult rá és közösségére, dolgozóira, de a bizottsági üléseket mi láttuk, hogy ezt megoldotta. Varga János kérdezni, van-e kiegészítésed, igazgató úr? Tehát újabb stratégiák megvalósítását, kidolgozását kérte tőlünk a törvény. Eddig is rendelkeztünk stratégiákkal, egy részük már megvolt, csak a törvény nem írta elő, hogy a fenntartónak el kell fogadni. Másrészt voltak olyan terveink, stratégiáink, amely egyéb dokumentumokban volt leírva, és annak megfelelően próbáltuk végezni a munkánkat. Harmadrészt pedig folyamatosan a lelkünkben leledzett ezeknek a terveknek a megvalósításának a mikéntje. Úgyhogy most már, hogyha a tisztelt képviselőtestület elfogadja ezeket a stratégiákat, akkor semmiféle akadály nem állhat utunkba, hogy megfelelően végezzük a munkánkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kérdezném, szociális egészségügyi és Mövődési Bizottság véleménye? Az előterjesztéshez három határozattervezet tartozik, mind a három határozattervezetet 5 igennel támogattuk. Köszönöm szépen. Kérdés van-e a
dokumentumokkal kapcsolatosan, a Bereg Múzeum intézményi dokumentumaival kapcsolatosan hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor szavaznánk. Először a első határozati javaslat a Beregi Múzeum stratégiai tervének elfogadásáról szól. Erről szavaznánk, aki ezt támogatja, kész felemeléssel jelezze. Egyhangú igen, közben jelezünk, hogy Csoboly Attila képviselő kiment. A kettes határozati javaslat a Beregi Múzeum hosszú távú műtárgyvédelmi stratégiájának elfogadásáról szóló határozati javaslat, aki támogatja, egyhangú igen. És a harmadik a Beregi Múzeum középtávú gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslat, aki ezt támogatja, egyhangú igennel. Lehetővé vált, János, hogy még hatékonyabban és a dokumentumok tartalmának a szem előtt tartásával tudjatok dolgozni. Ehhez jó munkát kívánunk, és ugyanolyan hatékonyan és eredményesen dolgozhatok, mint eddig, hiszen azt hiszem, hogy ez az intézmény, a Beregi Múzeum a térség legkiemelkedőbb gyűjteményével rendelkezik, és ezt őrizzétek és gyarapítsátok tovább. Köszönöm szépen! Következik a előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására irányuló előterjesztés. Közben kaptam egy tájékoztatót, elírásra került a becsült nettó érték nem 101.321.854, hanem 165.472.000 forint. Mondom, ez építés miatt van, tehát ez a Zoltán, ennek mi az oka? Tehát itt egy elírás volt? Anyagköltség magad, én jó. Köszönöm szépen. Jó, tehát ebből kitűnik, hogy a városunk közbeszerzési tervét módosítanunk kell egy olyan projekttel, ami a Vásárosnemény Város Hétszínvirág óvoda telephely komplex fejlesztésére irányul. Ez a beruházás reményeink szerint a jövő esztendőben megvalósul, viszont mindenképpen el kell kezdenünk már az idén. Ehhez kapcsolódik majd a következő napirendi pont, három bizottság tárgyalta ezen előterjesztést. Kérném szépen a bizottsági véleményeket. Pénzügyi bizottság. 4 igennel támogatja a határozati javaslatot. Városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. Bizottságunk 4 igennel támogatta a közbeszerzési tervmódosítását. Jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottság. Bizottságunk 4 igennel támogatta a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdés van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben a határozati javaslatban foglaltakat a képviselőtestület támogatja, kérem, azt készfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel támogattuk a módosítást, és következik ehhez szorosan kapcsolódó napirendi pontunk. Előterjesztés a TOP 14115SB1 2016-30-11 kódszámú projekt keretében Vásárosnemény-város Hétszínvirág óvodai telephely komplex fejlesztése tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az anyagot minden képviselő megkapta, áttekintette, bizottsági üléseken pedig tárgyalták, két bizottság is, a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság tárgyalta. Kérném szépen a bizottsági véleményeket. Pénzügyi bizottság a határozati javaslatban foglaltakat 4 igennel támogatja. Annak a kettes pontjába a kipontozott helyekre a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság két-két külsős tagját javasoljuk beírni, tehát ha név szerint mondom, akkor Szőlősi Lászlót, Barát Tibornét, Hegedűs Antalt és Kis Andrást. És a négyes pontban szereplő 5 vállalatcég felsorolásához pedig majd kérjük jegyző úrnak a segítségét, a polgármester úrnak a segítségét. Jó. Elhangzott, csak nem írtam fel ezért. Rendben. Városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. Bizottságunk 4 igennel támogatta a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Ugye arra mindenképpen szót kell ejtenünk, hogy a bizottság üléseken is elhangzott, hogy 2018. szeptember 30-ára el kell készülni ezen beruházásnak. A csoportunk, a Városfejlesztési Csoport föltérképezte azoknak a helyi és környékbeli vállalkozásoknak a sorátainak a kapacitásába mindez belefér, és határidőre garanciát tudnak majd vállalni arra, hogy ez elkészülhessen.
és nagyon fontos, hogy a közbeszerzésre csak azok hívhatók meg, akik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelezői adatbázisában szerepelnek. Ennek tükrében 5 kivitelezőt javasolnánk: a gyorsan építő, építőipari kereskedelmi és szolgáltató, egyszemélyes korlátott felelősségi társaságot, a Szilvai és Társa építőipari kereskedelmi és szolgáltató korlátott felelősségű társaságot, a B-Épszol kereskedelmi és szolgáltató korlátott felelősségű társaságot, a Kalevala korlátott felelősségű társaságot, valamint a Nyír SL építőipari korlátott felelősségű társaságot. Ezzel egészítettem volna ki a határozati javaslatot. Kérdés van-e az elhozottakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Még egy hozzászólás. A határozati javaslat második pontjának E alpontja véletlenül került be a tervezetbe, tehát azt kihúztuk már bizottsági üléseken is. Magyarul a kettes, akkor csak ABCD pontból áll. Jó, köszönöm. Amennyiben további hozzászólás nincs, szavaznánk. Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kérem kész felemeléssel jelezze. Egyhangú igen. És tovább haladunk. A következő napirendi pontunkkal, a sorszámát nem mondom, hogy itt már össze-vissza csúszkáltunk itt az előrevet napirendi pontokkal. Előterjesztés, vásárosnemény belterület 2893/7. Az alkotóházról van szó, és hát annak a maradványáról, helyrezi számú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 430 négyzetméter nagyságú ingatlan értékesítésére. Két bizottság tárgyalta ezen anyagot, a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság. Kérném szépen a bizottsági véleményeket. A pénzügyi bizottság 4 igennel támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Köszönöm. Városfejlesztési Bizottság is 4 igennel támogatta a határozati javaslatot. Így van. Az előterjesztésből kitűnik, hogy itt a szeptemberi ülésünkön döntöttünk a vásárosnemény Gergely Gornya üdülőterületen található adott helyrezi számú kivett üdülőépület udvar megnevezésű 430 négyzetméter nagyságú ingatlan értékesítéséről. Erre egy ajánlat érkezett. A BIXE, a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidős Egyesület adta ezt be, az ingatlan vételára pedig 1.100.000 forint bruttó. Kérdés van-e? Ezzel kapcsolatosan ezt tartalmaz egyébként a határozati javaslat. Hozzászólás? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel értékesítjük ezen területünket, és tovább haladunk. Egy nagyon fontos napirendi pont tárgyalása következik. Erőterjesztés a terület és területfejlesztési operatív program keretében elnyert pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanok vásárlására. Előzetesen csak annyit, hogy itt most 3 projektet említ az erőterjesztésnek a szöveges része. Az elsőnél, a kerékpárútnál, ott elkezdtük a tárgyalásunkat, és folyamatban vannak ezen egyeztetések. A másodiknál, amely már tartalmazza ezt az előterjesztésünk is, a tiszaparti turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos, míg a harmadik pedig az ipari területünk fejlesztésére irányul. Az előterjesztésből kitűnik, hogy ehhez is, ha jól emlékszem, 2 határozati javaslat kapcsolódik. Az elsőben arra irányult a javaslat, hogy a tervezett 161 millió forintos projekt a turisztikai fejlesztésre elnyert pályázati forrásunk. Ebben 12 millió forintunk áll rendelkezésre ingatlanvásárlásra, míg az adott ingatlan, amelyet meg szeretnénk vásárolni, a minősített értékbecsülő által elkészített értékbecsülés szerint 15,5 millió forint. Nagyon nehezen értek össze a szálak a tulajdonossal, de végül is meg tudtunk állapodni. Ebben az összegben e fölé semmiképpen nem tudunk menni, ugyanakkor ez alatt pedig már semmiképpen nem értékesíteni a tulajdonos. És ez azt jelenteni, hogy ez 3,5 millió forintos önerőre van szükségünk, míg a másik esetben az összesen közel 4.400.000 forintos bekerülési értéknél nincs szükség önerőre, ez teljes mértékben elszámolható majd a pályázatban. Itt több tulajdonossal kellett megállapodnunk, és egyességre jutottunk. Ezen egyességeket tartalmazzák a határozati javaslatok.
bizottságok tárgyalták ezen a előterjesztést, a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság véleményét kérem szépen. Közben a polgármesternek, asszonynak mennie kell egy következő programra. Egy nagyon fontos előadása van a hospice témakörében, úgyhogy köszönjük a munkáját, és most meg tovább. A pénzügyi bizottság az előterjesztés mindkét határozati javaslatát 4 igennel támogatja. Köszönöm. Városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. Bizottságunk is mind a két határozat tervezetet 4 igennel támogatta. Köszönöm szépen. Kérdés van az előterjesztéssel, a határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatosan. Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk először az első határozati javaslatról. Aki támogatja az abban foglaltakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igen. A második határozati javaslatról döntenénk, aki támogatja az abban foglaltakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, aki tartózkodik, tehát egy nem mellett támogattuk. Köszönöm szépen. És tovább haladunk. Igen. Következő napirendi pontunk előterjesztés vásárosnemi belterület 42.08/32 herőző számú kivett beépítetlen terület megnevezésű 9998 a nagyságú ingatlan értékesítésére. A pénzügyi bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tárgyalta ezen előterjesztést. Kérem szépen a bizottsági véleményeket. A pénzügyi bizottság 4 igennel a határozati javaslat elváltozatát támogatta. Köszönöm szépen. A Városfejlesztési Bizottság az elváltozatot 4 igennel támogatta. Köszönöm szépen. Ez röviden arról van szó, hogy megkeresés érkezett ezen ingatlan megvásárlására, ilyenkor megvannak a megfelelő szabályok, adhok módon ebben nem lehet dönteni, így értékbecslésre került sor, valamint ki kell jelölnie ebben az esetben a képviselőtestületnek, hogyha úgy dönt ezen ingatlan értékesítését. Nyilván erre bárki bejelentkezhet, és ha és amennyiben ez fölkelti az érdeklődését, akkor megvásárolhatja. Ezzel kapcsolatosan kérném szépen, van-e kérdés a tisztelt képviselőtestület részéről? Hozzászólás van-e? Képviselő úr, parancsol. Igazából az előző napirend is lett volna, de két határozatot egybe tárgyalta a testület. Az előző napirendhez fűződően mondanám, hogy azért nem tudtam támogatni a ipari területen azt a ilyen áron való vételt, mert véleményem szerint ott az ottani tulajdonosok azzal, hogy az önkormányzatot közműfejlesztést csinál, azzal föl fogjuk értékelni a területüket. Tehát én azt gondolom, és az lett volna a javaslatom, hogy az önkormányzat kezdjen tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy ne kelljen ennyit fizetni érte. Én megértem, hogy a pályázatban benne van, és nyilván ezt a költséget nem az önkormányzatnak saját pénzből kell vállalni, de hát mégiscsak az van, hogy ott utat épít az önkormányzat, világítást, vízelvezetést. Ezzel biztos, hogy azok a területek, nem tudom százalékosan megmondani, hogy mennyi, de biztos vagyok benne, hogy 20-30-40%-kal többet fognak érni. És most ennél a napirendnél is azt javasolnám, hogy azt fontoljuk meg, hogy célszerűen most értékesíteni ezt a területet, vagy esetleg megvárni, ameddig az önkormányzat a közművesítést megcsinálja, és utána hirdeti meg, hogyha ezt mindenféleképpen el akarja adni. Köszönöm. Egyéb hozzászólás van-e? Csak mindenkit szeretnék megnyugtatni, tehát ennek az előző napi rendi pontnak sem úgy mentünk neki, hogy nem folytattuk le hosszas tárgyalásokat. Az a hektáronként 5 millió forint egy nagyon hosszas tárgyalásnak a végén, és nem ennyiről volt szó. Nagyságrendekkel többet kértek tőle, különösen az, akinek nincsen semmiféle naményi kötődése, tehát nem a naményi kötődéssel bíró vállalkozók vagy cégek kértek ettől többet, nevet én nem kívánok most említeni, de igencsak a kétszereséből indultunk el odáig, ahol, hogy itt meg tudtunk állni. És azért, ha egyik előterjesztésben sikerül úgymond letolnunk az árakat, akkor a másik előterjesztésben szerintem korrekt, hogyha ugyanazt szerepeltetjük ebben az esetben, de ez még egyszer mondom, ez egy licit tárgyalást megelőző ár, tehát ez lehet, hogyha 3-4-en be pályáznak erre a területre, ez nem 5 millió forint, ez lehet 8, vagy 9, vagy 10.
Én egyfajta értékmérőnek is tartom ezt, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán egy ilyen licitárgyalásnál hová tud eljutni egy városi, egy hektáros földterület. Tehát ebben van egy ilyen szándék is. Mind a mellett, hogy nyilván volt egy jelentkező, aki szeretne ott egy földdarabot megvásárolni. És azért is hoztam be, és egyeztettünk a bizottságokkal is ez ügyben, hogy ez a város még akkor csak jó járt, hogyha ott Naményi próbált területet szerezni. Meg kell nézni, kik vannak most ott, tehát mindenkinek van Naményi kötődése. Még azt is látjuk, amikor aktatáskás úriemberek próbáltak itt területhez jutni, abból még, annak még mindig rossz vége lett. Épp ezért én nem látok ebben kivetni valót, de el tudom fogadni azt, amit mondtál. Tehát mi lenne a javaslatod konkrétan, hogy? Konkrétan az, hogy módosító, mi a módosító, mert most azt szeretném. Az a módosító, hogy ne most értékesítse az önkormányzat, hanem mivel most döntöttünk arról, hogy meg pályázati forrásból ott közműépítések lesznek, hogy akkor értékesítse az önkormányzat a területet, amikor a legjobb pozíciója van. Tehát amikor már elkészül, mert ezt most már egyébként mindenki tudja, hogy ott el fog készülni valami. Tehát magyarul ott egy egészen biztosan, ott közművesített területté válnak ezek a területek, amelyeknél most jelenleg nincs út, nincs villany, nem is közelíthetők meg normálisan, főútról legalábbis. És félreértés ne essék, én nem azt gondolom, hogy mondjuk a korábbi napirendnél, hogy nem tárgyalt az önkormányzat, viszont azt gondolom, hogy ha most ezt egy hektáros területet mi 5 millió forintért adunk el. Nem, de ez nem az. De most jelölnénk. Oké, csak ebben a... Elindul egy tárgyalás, tehát lenne egy licit ezután. Tehát lehet, hogy ez 10 millió meg. Tudjuk azt, hogy... De most egyelőre nem 10 millióról beszélünk, hanem az előterjesztésben 5 millió forint van, vagy legalábbis az ajánlat a cég részéről 5 millió. Az egy hektár, ez 9998 négyzetméter. Ez értékes. Magyarul mi most ugyanannyiért akarjuk eladni, mint amennyiért állítólag lealkuttuk azokkal a tulajdonosokkal, akik egyébként még egyszer mondom, csak jól járnak, mert az ő területük van ott Zömében, és most kapnak egy önkormányzati fejlesztéssel utat, világítást, csapadék elvezető árkot. Ennek ellenére még meg is vesszük tőlük a területet. Szerintem ott az kellett volna minimum, hogy azt mondani, hogy hát figyeljetek ide, az értéknövelést vegyük már figyelembe az ár megállapításánál. Tehát én nekem az a javaslatom, hogy akkor értékesítsen az önkormányzat, amikor a lehető legtöbbért tudja eladni. Ez pedig akkor lesz, hogyha elkészül az út a világítással, meg a csapadék elvezetéssel, és ha mindenáron ezt az közel egy hektáros területet értékesíteni akarjuk, akkor szerintem akkor célszerű kiírni eladásra, amikor ez a beruházás elkészül. Köszönöm. További hozzászólás van. Azért azt is látni kell, hogy itt az előbbi napirendi ponton az önerőkről döntöttünk, amit össze kell valahogy rakosgatnunk egyébként. Tehát én azért is nem támogatom azt, hogy most ne fussunk ennek legalább egy kört, mert ezáltal olyan önerőkhöz is juthatunk, ami szükséges a később beruházásokhoz. Szavaztatnám a módosítót, ki az, aki nem támogatja jelenleg azt, hogy kiírjuk ezen területnek a értékesítésére irányuló javaslatot, ki az, aki ezt támogatja? Egy. Ez, hogy ki az, aki támogatja azt, hogy most ne írjuk ki. Ki az, aki nem támogatja? Én most ezt nem támogatom. Nem, tehát az, hogy... Így van. Nem, ez egy módosító volt, tisztelt. Tehát Csabának volt egy módosítója, hogy most ezt ne írjuk ki. Így van. Jó. További hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaztatnám a A változatát ezen határozati javaslatnak, azaz kerüljön kiírásra ezen terület 5 millió forintos bruttó áron, és erre gyakorlatilag bejönnek különböző ajánlatok majd, és akkor a legmagasabb összegű ajánló nyeri majd el ezen területet. Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, aki tartózkodik, tehát egy nem szavazat mellett a képviselőtestület támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Tovább haladunk a következő napirendi pontunk, a előterjesztés.
Az elsős nagyváros település rendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása szükséges előkészítő feladatok meghatározására. Előjáróban szeretném elmondani azt, hogy a tegnap előtti bizottsági üléseken még nem állt rendelkezésünkre csak az egyik irányból egyfajta tanulmány, aztán tegnap Csoboly Attila képviselő úrnak köszönhetően kaptunk még olyan figyelemfölhívó anyagokat, amelyek óvatosságra intenek minket ezen napirendi pont kapcsán. Itt arról van szó, hogy a régi szolgáltató a város két pontján helyezne el két 30 méter magasságú tornyot. Az egyik szakmai vélemény szerint nem okoz semmiféle egészségügyi problémát, aztán kaptunk olyan anyagokat, amely szerint igen. Ugyanakkor a Diginek volt egy olyan felvetése is, hogy vagy mind a kettő, vagy egyik sem. A mai délelőtti információ az, hogy ha és amennyiben a képviselőtestület nem tudja támogatni a lakóövezetben, lakóterületen lévő Kossuth utcai tornyot, akkor azt attól eltekint, de a másik kapcsán mindenképpen szeretné, hogyha a helyszínünket módosítanánk, azaz ez a Vitkai részen lévő torony megépítése. Ezzel kapcsolatosan kérném szépen a bizottsági véleményeket. Valamennyi bizottság értékelte, és kérném szépen a... Igen, a pénzügyi bizottság az akkor rendelkezésre álló információk alapján még 4 igennel támogatta azt az eredeti határozati javaslatot. Köszönöm. Jogi ügyrendi bizottság is, akkor még nem érkeztek meg azok az információk, ezért 4 igennel támogatta a határozati javaslatot. Köszönöm. A bizottsági ülésünkön 5 nem szavazat született. Jó. Városfejlesztési bizottságon 4 nem támogatás. 4 fő nem támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen. Kokas Tamás kérdezné, van-e esetlegesen 12 óra után újabb információnk? Szóval egy kiegészítés nincs hozzá, tehát amit polgármester úr elmondott, az pedig a valóságot. El kell döntenünk, hogy szeretnénk-e, hogy a Vitkai városrész, Vitka és Namény közötti városrészen megépüljön egy ilyen torony, a város közepén pedig nem. Ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm, kérdés van ezzel kapcsolatosan? Hozzászólás. Azért bizottságülésen hosszas viták voltak, parancsolj. Semmiképpen nem javaslom, hogy elfogadjuk azt, ami a Vitkai város és részhez közel van, mert legalább olyan közel van ahhoz a lőtérhez a Vitkaiak háza, mint ami a Kossuth utcát érinti, vagy majdnem annyira közel van. És ezt a 4,1 méteres hatótávolságot én nem tudom elfogadni. Éri elég káros sugárra Vásárosnamény lakosságát egyéb területen, amit kénytelenek vagyunk elfogadni, én nem javaslom, hogy a Vitkában lévőt elfogadjuk. Magyarul a módosítottat sem, tehát az, hogy csak az egyiket sem értem. Tovább, Attila, parancsolj. Tehát sikerült beszélni néhány, hát főleg osztrák orvosoknak a gyakorlati tapasztalatokból, gyakorlatilag az a mérés indokolta, konkrétan mondjuk az én döntésemet, de utána a bizottság is egyes döntést, hogy a mikrohullámoknak vannak esetlegesen egészségi károsító hatásai. Nyilván mikrohullámmal dolgoznak a mobiltelefonok, a wifi hálózatok. Tehát itt megállapították, hogy ha ezek a sugárzó tornyok, amelyeknek a több ezerszeres vagy több milliószorosa az intenzitása, ezek a sugarak már okozhatnak olyan problémát, hogy alvászavar, fejfájás, emlékezetkiesés, bármi. Tehát most nem azt jelenti, hogy ha ide letennék a Kossuth utcára, akkor itt ebből bárkinek halálos betegsége származhatna, viszont a betegség kockázatát, meg az előbb említett pszichoszomatikus betegségeket erősítheti. Tehát a jelenlegi Európai Unióban is érvényes szabályzat szerint, ahogy a tervezőtől is hallottuk, ez a 4,1 méter, ez jelen pillanatban ez érvényben van. Viszont amit osztrák orvosok javasolnak, az a több száz méter. Tehát Salzburgban mondjuk ez 1 kilométer, más országokban több száz méter. Tehát ezt mondjuk érdemes lenne a Vitkai városrészen kimérni, hogy az mondjuk az első lakott háztól hány méterre van, aztán ezután döntés hozni, de nyilván az a 4 méter nem. Tehát célszerű lenne ott is egy másik helyet keresni, ami mondjuk 1 kilométeren belül van, mert hogyha mondjuk az orvostudomány odáig jut ezekben a fejlesztésekben, hogy mondjuk úgy, ahogy Salzburgban meghatározták az 1 kilométert, mondjuk meghatározzák Magyarországon is, vagy bárhol, akkor nekünk célszerű lenne ezt figyelembe venni.
egyetértik. Köszönöm. További hozzászólás. Jó? További hozzászólás van. Amennyiben nincs, ugye itt az a javaslat, ahogy most kivettem a képviselő tanácskozásból, hogy akkor ezen határozott javaslatot nem támogatja a testület sem a kettő, sem az egyik esetében. Magyarul akkor elutasítja. Jó. Akkor szavazzunk arról, hogy ki az, aki támogatja az eredeti határozott javaslatot, ki az, aki nem. Egyhangúan nem támogattuk az eredeti javaslatunkat, tehát sem a Vitkai város, hiszen sem a Kossuth-Lajos utcában akkor nem járulunk hozzá, hogy a hész módosuljon, és kérném Tamás, hogy erről majd tájékoztassa az érintetteket. Tovább haladunk. Megint egy nagyon fontos téma következik. Ha jól látom, akkor tájékoztató a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vásáros nemzeti telephelye 2017. évi működéséről. A kórház részéről nem látok senkit. Jelezni nem jeleztek. Bizottságok tárgyalták, konkrétan egy, a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság. Évát kérném szépen, mondja el a bizottsági véleményt. Bizottság 3 igennel, 1 nemmel, 1 tartózkodással végül is tudomásul vette a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Egy, úgy volt, mert nem, igen, János, 3, nem fogadta, 1, 1. János nem fogadta el. Tehát tartózkodás. Nem fogadta. Nem. 5-en voltatok, nem? Igen, 5-en. Kérdés van ezzel kapcsolatosan? Azt látjuk, hogy a tényekre épít, az ágyszámokat foglalta össze, néhány pályázatról írt, illetve a nyári hónapok kapcsán kiemelte a dr. Szondi Zita orvosigazgatónk, hogy igyekeztek megoldásokat keresni a helyettesítésre, de ez nem volt ismét egyszerű. Kérdezni lehet, nem tudom, hogy tudok erre válaszolni. Hozzászólás van-e? Esetleg. Igen. Együtt kell parancsolni. Esetleg továbbítani, ha itt lenne, megkérdeztük volna, de továbbítani azt a kérdést. Elővettem a tavalyi beszámolójukat, és abban elhangzott, hogy elsősorban a radiológiai eszközparkot próbálják megújítani, az a cél, és ez a mostaniban is elhangzott, és tavaly konkrétan megígérte igazgatóasszony, hogy azt a digitális röntgengépet azt részünkre pályáztatja meg, hogy egyáltalán nem volt pályázati lehetőség, vagy nyert már a pályázat, de mégis máshova került, mert ezt egyértelműen ide Vásárosnaminba ígérte, határozottan emlékszem rá. A másik nagy probléma jelzések szerint az az elavult ultrahangkészülék, ami még 99-es, és tudomásom szerint nincs már ilyen régi eszköz a környezetünkben, a környékünkön, pedig ez a gép ez nagyon sok problémának a feltárója lehet. És a táblázatból kiderül, hogy az esetek száma is, és a beavatkozás száma is indokolja a statisztikában, hogy ez fejlesztésre kerüljön, ez az ultrahanggép. Bár milliós nagyságrendekről beszélünk, de hogyha Vásárosnaményban erre hivatkozunk, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni ezzel a géppel, akkor biztosítsunk hozzá olyan minőséget, ami ezt megalapozza, esetleg, ha ezt továbbítani lehetne. Mert az egy 99-es gép még. Jó, köszönöm. Csaba, parancsol. Hát én csak találgatom, hogy miért nem jön el senki ezt az anyagot védeni. Szerintem azért, mert nem, nincs mit védeni. Tehát egyre, ahogy nézem, az oldalszámok is egyre csökkennek. Tehát nincs nagyon miről beszámolni, mert a Naményi kórház már lassan eléri azt a minimum nagyságot és minimum kapacitást, amit egy-két oldalba le lehet írni. És csatlakoznék ahhoz, amit itt Edith felvetett, hogy az, hogy megismétli minden évben ugyanazt, az számunkra és az itt élők számára az teljességgel elfogadhatatlan. Tehát az, hogy semmilyen érdemi fejlesztés, semmilyen előremutató
intézkedés, semmilyen olyan, ami azt mondaná, amire azt tudnánk mondani, hogy na egy olyan elem van, amiben a vásárosnövényi fekvő beteg ellátás elmozdult pozitív irányba. El vagyunk, mint a befőtt, vagy el vannak, mint a befőtt, az ott dolgozók természetesen dolgoznak, de hát itt már minden koncentrálódik, vagy minden áttevődik más településre. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, de én azért nagyon komoly felelősséget mondanék a megyét képviselő összes érintettnek, tehát nem csak a mi térségünknek, mert ha valaki megnézi a statisztikai adatokat, akkor és mondjuk elemzi, akkor szégyen, hogy a aktív ágyak legnagyobb számban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kerültek csökkentésre. Abban a megyében, aki egyébként az egészségügyi állapotában a második helyen van, utolsó, tehát visszafelé számolva, és egyszerűen nem is értem, hogy a megyét képviselő politikusaink, beleértve minisztereket, államtitkárokat, országgyűlési képviselőket, hogy ezt a minimumot nem tudták elérni, hogy legalább ne Szabolcs megyébe csökkentsenek aktív ellátást, hanem mondjuk olyan helyeken, ahol egymást érik a kórházak, ahol 2 percre van a mentőállomástól a kórház, nem 35-re vagy 25-re. Tehát lesújtó a véleményem, és ami a legszomorúbb nekem, hogy semmifajta reményt nem láttok arra, hogy ez a helyzet változni fog, sőt, hogyha az itt lévő orvosok, akik szerintem nagy köszönetet érdemelnek, hogy egyáltalán itt maradtak, ha az itt lévő orvosok közül akár nyugdíjazás miatt, akár azért, mert valaki elköltözik, akkor ezek az ellátások tovább fognak csökkenni. És egyszerűen megkérdőjeleződik, hogy még hívjuk-e egyáltalán ezt az egész épület együttest kórháznak, mert ahogy látom, a aktív ágyak száma meg az aktív ellátás már olyan minimálisra csökkent vissza, hogy már lassan nem is kórház. A köznép már úgy kezdi megszokni, hogy elfekvő lesz, vagy... Vagy csak rehab, igen. Igen, tehát... És szégyennek tartom azt is, hogy egyszerűen nincs a kórház vezetésben egy olyan ember, ha nem az igazgatónő, akkor a helyettese, osztályvezetője, vagy akárki, aki azzal megtisztelni a vásárosnövényakat, meg a térségbelieket, hogy egy ilyen napirendhez eljön, és egyenesen feláll, és elmondja azt, hogy nem tehetnek ők semmit, vagy tehetnének, de nem úgy sikerül. Tehát egyszerűen, még egyszer mondom, hogy ezzel legalább meg kellene tisztelni a vásárosnövényiakat, hogy a napirend tárgyalásához valakit elküldünk, de hát még ez sem történik meg. Ilyenkor az az érzése az embernek, hogy teljesen közömbös számukra, hogy mi itt mit gondolunk, meg mit mondunk. Én még ennél is tovább mennék, mert azért korábban azért telefont legalább elengedtek, hogyha nem tudnak jönni. Most az sem történt meg, tehát teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Személyesen többször voltam bent az elmúlt időszakban, sőt, ezt úgy higgyétek el, tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévők, hogy ha Gázoli Kokas Tamás nem figyel oda, még a rehabosztály most sem lenne kifestve, úgyhogy köszönöm a fiúknak, hogy teljesen szabálytalan módon, de a festéket megvásárolta a kórház, mi pedig adtunk hozzá embert, és úgy higgyétek el, hogy legalább ápolóni szinten megköszönték azt, hogy a város, ha nem is az övé, de legalább ennyiben segít. De ez csöpp a tengerben. Én azt látom, hogy nem az, hogy mostoha gyermeke a vásárosnövényi kórház ennek a rendszernek, hanem ez csak egy szükséges valami, ami megvan. És ez nem csak vásárosnövényre nézve, hanem azért a térségre nézve, és azért ez egy szégyen volt. Mi, amit lehet, újra próbáltunk Lipők Sándor polgármester úrral kitalálni és utána menni a dolgoknak, legalább annyit, hogy a még gyalázatosabb helyzetben lévő, de itt is el kell mondjam, hogy nem a mi tulajdonunkban lévő mentőállomásunkat, megpróbáljuk áttelepíteni úgymond a kórház területére, és legalább egy helyen legyen akkor a mentőállomás, az orvosi ügyelet, a gyermekorvosi, a védőnői és a fogorvosi részleg a kórházi járóbetegellátással,
Ebben dr. Pataki Piroska is nagyon sokat segített, dr. Gondosirüttel is, az ALK-nak a megyei vezetőjével. Lefolytattuk a tárgyalásokat, a tervek elkészültek. Az a terv, hogy a régi nővérszálló, ami meg kell nézni. Tehát a nővérszállón én voltam bent, síralmas a helyzet. Nyilván azok a falak persze beszélni tudnának, de hát ha most kinéznek, tehát az egyszerűen szétázva, tönkrement, több milliós vagyon az, ami ott elpusztul. Ezt szeretnénk mindenképpen lebontatni, és ennek a helyére egy hárombeállásos autómosóval ellátott kétszintes mentőállomás épülne a vásárosnemény és a beregi emberek egészség megúvása érdekében, hogy legalább gyorsan jussanak el oda, ahol meg tudják őket gyógyítani, hogyha esetlegesen itt már látjuk, hogy nem egyszerű helyzet. Én azt nem értem, és városvezetőként is ebben belemerek állni, és bemerem vállalni, hogy nincs ezzel a helyzettel semmi gond. De ahogy Csaba is mondta, valaki jöjjön el, mondja, ez van. Tisztelt vásárosnemények, ez van. Tisztelt beregiek, ez van. Itt lesz akkor egy jó belgyógyászat, lesz gyermekgyógyászat, a krónikusan ez van, ápolás. De amikor azt nézzük, hogy a gyermekgyógyászatnak kihasználtság nincs 55%, én ezt kétségbe vonnám. Lehet, hogy nincs, de én nekem ez kicsit furcsa. Holott hallottuk azt, hogy azért a gyermekorvosaink azért hogyan vízik a munkáikat, látjuk azt, hogy azért beteg gyerekek sajnos vannak. És az, hogy a rehabon is nincs 60%-os, aki használ csak, hát nem tudom. Ezek, ahogy Csaba is mondta, ezek valóban csak számok, és valóban én nem azt látom, hogy már terdemiben sem annyi, de még a betűméret is kisebb. Tehát a tréfát félretéve ez nem méltó szerintem egy városhoz. Tehát mi ettől többet érdemlünk, és ebbe valóban magasabb szinten is bele kell állni. Egyébként pedig tényleg annyit, hogy itt látjuk, hogy nyertek új eszközöket. De hát könyörgöm, ez csöpp a tengerben. Tehát ha most... Így van, tehát ez egészen más dolog. Szerintem mi a háziorvosi és ügyeleti rendszerünket nagyobb mértékben támogatjuk, mint amennyi pénz ide befolyik. Ráadásul odaértünk el, hogy olyan dolgokat kérnek tőlünk számon időnként, telefonon fölháborodva a kórház részéről, hogy ha valaki bekerült a kórházba éjszaka, mert le akart feküdni, mert nem volt neki hol, mert már annyit ivott vagy más csodaszer hatása alatt állt, akkor azt is jegyzőúron meg rajtam kérik számon, és aztán pedig Edinának kell majd intézkednie. Aztán volt egy másik dolog, ami szintén a kórházhoz kapcsolódik, ennek utána jártam, és nem volt igaz, hogy a vasútállomás állítólag 6 órakor bezár és a vonatra várók, most már a kórház várótermét használják. Először az ember úgy elgondolkodott, hogy hát ilyen van, tehát találtak funkciót a kórház várótermének? De hát ez nem megmosolyogtató, ez kétségbejtő. És nem volt igaz, mert az utolsó vonat indulása után fél óráig, tehát 10 óra után még fél óráig este nyitva van a vasúti váróterem, de akkor is kétségbejtő, hogy olyan dolgokat kérnek úgymond számon rajtunk, ami nem a mi hatáskörünk. Mi fel tudjuk ezzel ellen emelni a szavunkat, de ez kevés. Visszatérve a tájékoztatóra, én nagyon restellem, hogy idáig jutottunk. Még egyszer mondom, mi emberi módon próbálunk a kórház jelenlegi helyzetén segíteni. Az, hogy nincsenek orvosok, és nagyon kevés az orvos, aki idejön, annak mindenképpen nyilván köszönet jár, csak én joggal tudom tolmácsolni az elhozott gondolatokat majd magasabb szinten, és ez nem méltó, ez a helyzet, amit kialakult. Én jelezném, hogy a tájékoztatóban foglalatokat nem fogom tudni tudomásul venni. További hozzászólás van-e? Nyilván ennek megint majd hírértéke lesz, de legalább foglalkoznak velünk, és ez remélem, hogy jelzés értékű lesz majd. Köszönöm szépen. Amennyiben hozzászólás nincs, szavaznánk. Aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vételre javasolja, készfelelmeléssel jelezze. Aki nem, egyhangú nemmel ezt a tájékoztatót nem tudjuk elfogadni, és jelezni fogjuk magasabb szinten is, hogy ez most már tényleg ez utolsó utáni pillanat. Következő napirendi pontunk. Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Városvezetői Szervezetének 2017. évi tevékenységéről és a 2018 évi programtervezetéről a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság tárgyalta ezzel a anyagot. Évától elnökasszonytól kérném szépen a bizottsági... 5 igennel elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen. Dékmár Heni, a Vöröskereszt
Barátné Dékmár Henriett, a területi vezető a bizottsági ülésen itt volt, most jelezte, hogy a hospice rendezvényen van ő is. Én köszönöm Helinek ezt az elkészített tájékoztatót. A tájékoztatóból is több minden kitűnik. Itt jelenleg már oda is eljutottunk, hogy a véradásokkal is komoly gondok vannak. Egyre kevesebben adnak vért. Ennek lehet egészségügyi, lehet morális oka. De ahogy elhangzott, a fiatalság körében sajnos nem elég népszerű az, hogy valaki vért adjon. Megijednek a lehetőségtől, a helyzettől, és hogyha van esetleg olyan, aki vért adna, és esetleg mondjuk rosszul lesz véradás közben, ennek a negatív híre is visszatetsző. Ennek ellenpéldája Kis Ferenc úr, akinek ezúton is gratulálok. Kis Feri barátunk a Provita díjat kapta. Ez annak jár, aki 150-szeres véradó, neki 122 regisztrált véradása volt, és 28 pedig annak idén, mikor még katonaként is vért adott már, nulla negatívos a vércsoportja, közölte vele, mondom Ferikém, nekem is, úgyhogy legyünk barátok, de eddig is azok voltunk. Egy a lényeg, hogy ez mindenképpen példaértékű dolog, és tényleg az okát keresik, nagyjából látják. Ennek az oka véletlenül nem nálunk van, hiszen tudjuk azt, hogy más jellegű véradások és vérkészítmények is készülnek, amelyek nem ilyen keretekben, hanem most már a plázában is lehet ugye leadni pénzért, és van, aki ezt rendszeresen megteszi plazmát, és akkor aki erre úgymond rááll, az nem biztos, hogy eljön a véradásra. Összességében a Vöröskereszt rendesegíti a gyermekszervezetekben tevékenykedő fiatal vöröskereszteseket, nagyon szép eredményeket érnek el, ehhez gratulálni tudunk. Kérdés van ezzel kapcsolatosan hozzá azoknak a gyermeknek? Ki ezt tegyük föl? Ja, hát Henny itt volt bizottságint, tehát tényleg korrekt módon eljött, csak a hospice-nak van 3 órától egy olyan rendezvénye, amire a polgármester is ment, de Csaba tett föl a kérdést, és akkor... Nem, az igazság, hogy már tényleg kínomban mosolygok itt, hogy sorra jönnek úgy a napirendek, hogy senki nincs. Hát van a Vöröskeresztnek, van megyei vezetése is, elnökségi tagja is, tehát... Nem tisztel most, hogy itt megvédeni, tényleg itt volt. Elfogadom, tehát, nem őről beszélek most, csak arra, hogyha egy szervezet tudja, hogy valaki nem tud eljönni, akkor elküldöm a portást. De mert így igazából ez úgy tűnik, mintha ilyen kényszerből beadják a tájékoztatót, és aztán tök mindegy, hogy mi mit mondunk. Nekünk meg úgyis eltelik az időnk, tehát rájön. Érdemi hozzászólást nem is érdemel a dolog, úgyhogy szerintem szavazzunk. Éva, nem? Csak azért nem, mert minden lejegyzett gondolatomat elmondtad a versenyektől kezdve, a programok segít. Nem, hát jól tetted a Kis Ferencék, meg azt, hogy kevés a véradó, tehát nem tudnék másot mondani. Köszönöm szépen. Aki a tájékoztató tudomású vételét támogatja, készfelelméssel jelezze, aki nem, egy tartózás mellett, de még egyszer mondom, Henny tényleg itt volt, csak jelezték, hogy nem. Kérdezték, hogy megyek-e, mondtam, ha nem hívtak, akkor nem megyek. No, akkor elérkeztünk odáig, hogy zárt ülés, 2 napi rendi pont, és akkor zárt ülésen folytatnánk a munkánkat. A képviselőtestület zárt ülésen tárgyalta az Arany János tehetséggondozó programban való részvételre irányuló előterjesztést. Ennek tükrében 2 tanuló, Birgány Adrien és Vas Miklós pályázatát támogatja a képviselőtestületünk úgy, hogy anyagi támogatást számukra nem biztosít, elviekben támogatja az ő továbbtanulásukat ebben a programban. Eredményes munkát kívánunk nekik. Szintén zárt ülésen tárgyalta a képviselőtestület a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatokat. Ennek tükrében a 32 A típusú és a 2 B típusú pályázó közül a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 32 A típusú pályázó közül 20 pályázót támogat, az ő tanulmányi munkájukat tudjuk támogatni ennek a tanévnek a második feljétől, azaz februártól, valamint a következő tanév első fél évében havi 5000 forintos támogatással. Eredményes tanulást kívánunk valamennyi őtöknek. Köszönöm szépen, és mivel ugye rendes testület ülésen vagyunk, és annak a végéhez érkeztünk, ugye most 3 közmeghallgatás követően, hiszen ezen a héten 3 közmeghallgatásunk volt, és számtalan egyéb programunk. Kérdezném a tisztelt képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése, mondani valója.
Amennyiben nincs, szeretném tolmácsolni Kolocsán György igazgató úr tagintézmény vezetőnek a kérését, hogy és meghívását a Fonóra. Holnap este 6 órakor a Vitkai városrészen a Fonó rendezvényére kerül sor. A helyi gyerekek fellépnek, valamint a For Dance és egy vendéglátás. Általában ezek nagyon jó hangulatú kis rendezvények, aki tud, legyen ott. Gyuri kérte, hogy tolmácsoljam ezen meghívását. Igen? Amit szeretnék mondani, hogy a Széchenyi utca, 5-ös utca felüli végénél Zsák utca a Széchenyi út, és oda két oszlop került, tehát a világítás meg lesz oldva. Talán most már az EON is rákapcsolta, köszönjük szépen. És ha lehetne, az óvoda mellett a sétálónál a Bartók Béla út felüli vége nagyon sötét, még hogyha oda lehetne. Vagy két oszlopot, vagy jó, nem tudom, mert a másik végén... Zolynak, ezt majd mondjuk gázolni. Jó. Jó. Munkaügyi központ felőli végén van, de itt a Bartók Béla út felőli vége nagyon sötét. Jó. És ott van az öreg otthon is, óvoda is. Köszönöm. Köszönöm szépen. További fel, Éva. Kérdezni szeretnék, ha mondjuk egyszer lenne rá pénz a költségvetésben, a piac területét, mármint ezt a félig zárt területre gondolok, lehet-e teljesen zártá tenni, mondjuk, lehetne-e teljesen zártá tenni építészetileg? Nagy része már zárt. Hát nagy része, én most teljesen kérdezem, hogy de honnan szeretnéd lezárni? Teljesen magát a bejárást is, mindent, kocsmákat is, mindent? Nem, de hanem magát azt az épületet, amit úgy nevezünk, hogy városi piac, vagy csarnok. Hát Erzséket kellene megkérdezni, ott egyfajta kerítés már épült, és körbezárható, hátul is, elől is. Én tudom, csak tehát panaszkodnak, hogy hideg van, hogy húzat ja, van. Úgy zárt, tehát úgy zárni, hogy... Jó, most nem erre gondoltunk. Zárt, jó. Már kis épületek is fognak valamit a... Persze, a tudom. De túlságosan magas. Megnézzük. Jó, hát erre most nem tudok, ez nem 20 filléres dolog nyilván. Bár én azt sem tudom, hogy mekkora forgalom van ott, mert mostanában úgy nem nagyon panaszkodtak a piacok. Ez most reklám, tényleg mostában nem is voltak bent panaszra, vagy már úgy vannak vele, hogy inkább nem mondják. De jelzőnál volt mostanában a piac kapcsán valaki. Megnézzük éve ennek a lehetőséget, jó, mert magas is. Egy-kettően panaszkodtak, csak azért említettem meg. Jó, oké, nem, most más. Nekem a zár, most egyből az, hogy zárjuk, meg kamera van, meg biztonság, nem. Az eszembe sütöm, most a hideg is van. Jó, rendben. Jó, mennyiben további hozzászólás nincs, akkor a mai ülésünket lezárom. Folytatjuk 4 órától közmeghallgatással. Azt kérném, hogy maradjunk határozatképesek. Nyilván, akinek dolga van, megy, ha vissza tud jönni, visszajön. És akkor innen majd folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét. A televízió nézőknek pedig további szép napot kívánok. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a központi városrészen, itt a Városháza dísztermében a mai közmeghallgatásunkon. A testületi ülésen túl vagyunk, illetve 3 közmeghallgatáson is, hiszen hétfőn kezdtük el a Vitkai és a Vitkai városrészén és a Perényt-anyán, majd Gergely-Gornyán került sor közmeghallgatásra, most pedig itt a központban, a Városházán folytatnánk a 4. közmeghallgatásunkkal. Köszöntöm azokat, akik tiszteletüket tették a közmeghallgatáson. Nem csalódtunk, tudtuk azt, hogy nem lesz túl nagy a létszám, épp ezért nagyon köszönöm annak, aki ebben az esős, rossz időjárási körülmények közepette is vette a fáradtságot és eljött közénk. Az előző közmeghallgatásokon is ugye 3 napi rendi ponttal foglalkoztunk. Először is megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, és most is arról szeretnék néhány szót mondani, ami 3 kérdéskörbe foglalható össze. Az egyik az elmúlt időszak pénzügyi helyzete, a másik a terveink, elképzeléseink, a harmadik pedig a tisztelt jelenlévőknek a hozzászólásai, kérdései, esetleges véleménye. El is kezdeném, hogy ne raboljam senkinek sem a drága idejét. Röviden az önkormányzatunk pénzügyi helyzetéről 1-2 mondatot szeretnék elmondani. A bevételi mérlegünk főszege 1.400.851.000 forint, a kiadási mérleg főszeg 949.740 forint, 949.740.000 forint,
Ez ugye két részből áll, a működési bevételek és a felhozási bevételek. Itt 1.320.412.000 forintról beszélhetünk, míg a felhozási bevételeknél 80.439.000 forint az, ami most számszerűsíthető. A működési kiadásoknál 866.662.000 forintról, míg a felhozási kiadásoknál 83.078.000 forintról beszélhetünk. Összességében a első három negyedéves működésünkre, gazdálkodásunkra a stabilitás volt a jellemző, a bevételek függvényében terveztük a kiadásokat. Mindenképpen megemlítést érdemel az, hogy az intézményeink helytálltak, és a költségvetésüket betartva teltek a mindennapjaik. Négy költségvetési szervünk van, a közös önkormányzati hivatalunk, a Humánszolgáltató Központ, a Balázs József Városi Könyvtáros Művelődési Központ, valamint a Beregi Múzeum. Ezen intézményekkel kapcsolatosan ezelőtt néhány perccel éppen döntéseket is fogalmazhattunk meg, és határozatokat fogadhattunk el, hiszen a testületülésen foglalkoztunk ezen intézményekkel. Kiemelném azt, hogy stabilitásunkat és adóbevételeink erősségét tükrözi az, hogy a köztisztviselő illetményalapot meg tudtuk emelni idén, és Szerusz Mickó foglal helyet, és ennek elfogadásával évek óta tervezett béremelést valósítottunk meg. A nettó finanszírozás keretében kapjuk meg a támogatásainkat, a helyi adóbevételeinkre kétszer számíthatunk, és ezek emelkedő színvonalat mutatnak. Nyilván több beruházás eredményeként ez a bevétel egyre magasabb, és az is látható, hogy az életszínvonal a városban egyre magasabb szinten van. Mindenki egy kicsikét jobban élhet. Ezt mi csak a számokból látjuk. Elsődlegesen itt most ebben az esetben, de egyébként a hétköznapokon, a mindennapokon pedig érezhetjük azt, hogy a saját fogadóóráimon azért egyre kevesebben jelentkeznek azzal a kéréssel, hogy esetlegesen megélhetési gondjaik vannak. Aki dolgozni akar ebben a városban, talál munkát, aki a kétkezi munkából szeretne megélni, megteheti. Látjuk azt, hogy a ruhagyárra is hetek óta ki van írva öles betűkkel, hogy munkaerőt felveszünk, munkatársakat keresünk. Nyilván mindig a bérkérdése is, hogy ki mennyiért szeretne dolgozni, de úgy vélem, hogy aki a bereg szívében munkát keres, az talál is. Ebben az esztendőben az önhikére egyszer pályáztunk, közel 24 millió forintot kaptunk, és látjuk azt, hogy a működés színvonalát megtartása mellett hosszabb távú fejlesztési céljaink előkészítésére is sor került. Több tervünk van, ezekről mindjárt szólok a kettes napirendi pont keretén belül. Összességében elmondható, hogy az önkormányzatunk a kötelező feladatait folyamatosan eleget tud tenni, a működési kiadások fedezete rendelkezésre áll, a személyi és intézményi háttér a takarékos gazdálkodással biztosított. A létszámokról egy gondolat mindenképpen, hiszen nagyon sokan találgatják, hogy mennyien is dolgozunk ebben a városban az önkormányzat fennhatósága alatt. Elmondható, hogy az intézményeinkben összesen 124 az intézményi létszám, ez az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, a Balázs József Városi Könyvtáros Művelődési Központ, a Bereg Múzeum, a Beregi Múzeum, valamint a Humán Szolgáltató Központ létszáma. Ide kapcsolódik még szorosan a közfoglalkoztatói létszám, jelenleg az első fél év adatai alapján ez 317 fő, így összességében 441 fő az, aki az önkormányzat közvetlen vagy dolgozói létszámát alakítja, és belőlük áll a rendszerünk, és ez a rendszer teszi működőképessé városunkat. Hiszem azt, hogy mindenki hatékonyan végzi a dolgát, és nap mint nap azért ébred föl, hogy ezért a kis városért tegyen valamit, és ez szerintem így van jól. Minden hétfő reggel a közfoglalkoztatotti eligazítással kezdünk. Jegyző úr, Hetedi Balázsi Margit, Gázoltán csoportvezető úr, eligazítást tartunk, és a közfogis kis csapataink, akik most jelenleg, még egyszer mondom, 317-en vannak, de ennek jelentős létszáma intézményekben van, egyre kevesebben dolgoznak egyébként kint az utcákon, a csapadékvíz elvezetéseken, egyéb helyeken, hiszen valamikor ez a létszám 530 volt, és jelenleg 317, ez egy jelentős visszafejlődés, ami ugyanakkor mégis előremutat, hiszen az jelenti, hogy nagyon sokan az elsődleges munkahelyen találtak megélhetési lehetőséget. Látjuk azt, hogy van, aki a városban, van, aki a városon kívül,
környező városokban, településeken találtak munkát. Én szeretném megköszönni mindenkinek a végzett munkát az elmúlt időszakban, és kérem azt, hogy mindenki kellő odafigyeléssel tevékenykedjen a mindennapokban. Ez lett volna nagyon röviden az első része a mondandómnak, és most pedig rátérnék arra, hogy milyen beruházások várhatók, mi az, ami előttünk áll a 2018-as esztendőben. 17-re visszatekintve egy pillanat erejéig látjuk azt, hogy a bölcsőde nagyon szépen beindult, 26 gyerekkel működik, most már várólista is van, egy kistérségi beruházás volt. Érdekes módon a mostani kistérségi tanácsülésen a polgármesterek most már nem azon háborodtak, hogy mennyivel kell hozzájárulni ezen bölcsőre működéséhez. Ebben egyébként jelentős részt Vásárosnamény vállal, de a térségi szerepünk megvan, hiszen a térségből is járhatnak be ide a kistérségi bölcsődébe, és hozhatnak ide szülők gyermeket. Olyan szülők, akik nyilván munkahelyet találtak és dolgoznak. Egy komoly projektünk volt ebben az esztendőben, ami a lapátos pihenőhely fölépítése. A Berek Szíve üdülőközpontról van szó. A központi épület és egyik parancsnoki épület került teljes felújításra. Ez a projekt nem állt le. Schmidt Gáborékkal nagyon jó kapcsolatunk van, köszönhető ez Attilának, Zolinak, Kokas Tamásnak, akik tudják azt, hogy Vásárosnaményban a Gergely-Ugornyai településrész kitörési pontja a várossal egyetemben a turizmus. Ez egyik komoly mérföldköve volt a Tiszapart megújulásának. Ennek nincs vége, hiszen a testületülésen és a turisztikai projekt kapcsán döntéseket hoztunk, és hiszem azt, hogy a projektekre rátérve, és a turisztikával folytatva megújul a Tiszapart, és egy más jellegű arculatot vesz. Majd egy 161 millió forintos beruházás következik a nyár folyamán, és itt a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés irányába mozdulunk el. Megvásárlásra kerülhet az Aranyhomok vendéglő étterem. Itt nem szeretnénk ütközni a vállalkozásokkal, a helyi vállalkozókkal, egy egész más jellegű irány szabtunk. Normális tisztálkodási lehetőség, kerékpár és hajó kölcsönzési lehetőség, free wifi-vel ellátott helyiség kerül kialakításra, illetve egy másik ingatlanban pedig közösségi tér kialakítására kerül sor. Szeretnénk azt, hogyha aki itt megáll, az normális 21. századi körülményeket talál, ezen fogunk dolgozni. Egy másik nagyon komoly projekt, egy hiánypótlás, egy olyan hiányt szeretnénk ezzel pótolni az ipari területünkön, ami egy 510 millió 686 ezer forintos projektből valósulhat meg. Itt egy kétszer egysávos út kerül megépítésre közvilágítással és csapadékvíz elvezetéssel. Itt is egyre jobban tudunk haladni, megállapodtunk a tulajdonosokkal az érintett területek tulajdonba szerzése kapcsán, mert az nagyon fontos, hogy a mi területünkön kell, hogy ez a projekt megvalósuljon. Reményeink szerint a jövő év folyamán és jövő év vége felé ez a projekt is megvalósul. Ezáltal egyfajta biztonságos ki- és beközlekedés lesz az ipari területről az ott lévő vállalkozásokkal együttesen élve és élhetővé téve ezt a városrészt. Nagyon fontos a következő projekt is, ami egy nagyon érdekes címet visel, egyébként energetikáról van szó. Önkormányzatok által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrásokra, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok. Ez 413 millió forintos projekt, és 6 épületegység kerül itt, és újul meg valamilyen szinten energetikai szempontból, és válik hatékonyabbá és gazdaságosabbá ezeknek a működtetése és fenntartása. Nagyon fontos a városlakók és a Kisvarsányban élők, valamint a Kisvarsányon túl élők szempontjából a Vásárosnamény Szabadságtér Kisvarsány közötti kerékpárút építése. Ez egy közel 355 milliós projekt Kisvarsány végétől, vagy elejétől, attól fog, hogy hogyan nézzük, ahol a kerékpárút Namint szempontjából véget ér, onnan épül meg a kerékpárút a Szabadságtérig. Ez egy kb. 5 kilométeres szakaszról van szó. Az Árpád úton, amikor beérkezik a kerékpárút, akkor a gimnázium oldalában folytatódik majd tovább, és éri el a Szabadságteret. Itt még lesz teendőnk ennek az átgondolása folyamatban, hiszen jó lenne a Szabadságtértől bekapcsolni a régi Kraszna híd felé az utat. Majd nyilván itt nem útépítésben gondolkodunk, hanem a területek kijelölésében. Ez egy másik olyan technikai dolog, ami még ránk vár. Van két paktumos
elképzelésünk is, amelyekhez forrás szereztünk, a társadalmi együttműködés erősítési szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat, ez egy 85 millió forintos projekt, itt képzésekre kerül sor, illetve van egy másik olyan projektünk, amely egy paktum, Vásárosnemi és térsége helyi foglalkoztatási paktum. A két paktum közötti különbség annyiban más, hogy az előző paktum egy soft eleme volt azon projektnek, ami elbírálás alatt van, ez pedig a leromlott városi területek rehabilitációja, ez egy 283 milliós projekt, ez még nem nyert ez egy döntési szakaszban van ez a projekt, itt szeretnénk a Széchenyi Sport utca, Kraszna utca, Váci Mihály utca életterét egy kicsit javítani és fejleszteni, valamint a paktum, amire ki kell, hogy térjek, ez egy olyan 240 millió forintos projekt, amiből 180-190 millió forint pályázható képzésekre és foglalkoztatásra, tehát mindenképpen a vállalkozások kapnak itt egyfajta szerepet, és kérnék, és mindenkit buzítanék arra, hogy a paktum iroda felállítása után keresse meg az érintett kollégákat és egyeztesse az ügyben, hogy hogyan tud ő ebben részt venni, és ebből úgymond a saját vállalkozását, saját cégét majd építeni. Összességében ezen elképzeléseink azok, amelyek a topos forrásokra épülnek. Nyilván vannak egyéb olyan projektek, amelyeket szeretnénk mindenképpen figyelni, és ha is mód van rá, akkor lehívni. A Zöldváros projektünk az, amely beadásra került és elbírálásra vár. Ezen projekt egy közel 500 milliós projekt, információnk jelenleg nincs róla. Én hiszem azt, hogy a következő megyei közgyűlésen, amely 14-én lesz, majd ott már döntés születik. Ezek a döntések egyébként zárt ülésen titoktartási kötelezettség mellett születnek, tehát nekünk is meg kell várni, míg hivatalosan megkapjuk az értesítéseit. Még nem tudom, hogy bekerül-e egyáltalán a döntési mechanizmusba ez a projektünk. Összességében topos projektek ezek voltak, ezekről szerettem volna szólni, és én most arra buzdítanék mindenkit, hogy a mai délután hármas napirendi pontjaként, ha felvetésük, kérdésük van, mert ugye eljöttek hozzánk, akkor ezt nyugodtan, bátran tegyék meg. Köszönöm szépen, én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer mondom, a negyedik közmeghallgatásunk a héten, mindenütt volt néhány kérdés, remélem, hogy itt is lesz, hiszen ha jól szétnézünk és mindent beleveszünk, akkor létszám már kezd ideálissá válni. Parancsoljatok nyugodtan, bátran. Arra kérnék, hogy aki szót kér, név, és utána mondja el a kérdését, véleményét, jó? Ruda Mihály úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ruda Mihály vagyok, köszöntöm a Namin Televízió nézőit, képviselőtestületi tagokat, jelenlévőket. Most butának tűnök, mert pont az utolsó téma, amit mondott polgármester, ez a Zöldváros program. Tehát akkor egészen, mivel hogy ez már több mint 7 éve húzódik, csak más és más projekt alatt, akkor még egyszer megkérdezem, jól hallottam-e, jól értettem-e. December 14-e elvileg? Várható. A várható döntés a megyeházán. Ez egy döntési javaslat. Tehát ott a megyei közgyűlés állást foglal, hogy támogatja az érintett projekteket, vagy sem, és ez megy fel az irányító hatósághoz. Értem. Ugyanis hát gondolom az Ötves utcában lévők is, azok is, akik már érintettek, én is, a Siket szomszéd is, meg talán még mások is. Kíváncsian már 7 éve várjuk, hogy milyen eredménnyel fog ez záródni, úgyhogy azért is jöttem el, hogy ezt megtudjam. A másik dolog pedig mindenféleképpen szerettem volna, mivel hogy a egyik alkalommal már nem tudtam, mert zárt ülés volt, nem tudtam bejönni képviselőtestületi ülésre, másik alkalommal pedig polgármester úr gyakorlatilag megtiltotta azt, hogy szó, illetve hát nem kaphattam szót, vagy annyit, amennyit szerettem volna, gondoltam, hogy most felszólalik, de úgy látom, hogy Adorján Béla képviselő úr szokásához híven megint nem jelent meg a közmeghallgatáson, mint ahogy általában korábban, 2 évvel ezelőtt sem, de én nem szeretnék neki üzengetni. Viszont polgármester úrtól kérném majd azt, hogy legközelebbi képviselőtestületi ülésen 30 percet kapjak legalább, hogy válaszolja.
Legalább 30-at, igen. Köszönöm írásban szépen. Írásban mi is annyit kérnénk, hogy írásban nyújtsd már be, hogy miket szeretnél, de mi szívesen válaszolunk, csak úgy látom, hogy te most Adorján képviselővel szerettél volna egyfajta párbeszédet. Tehát sajnálom, hogy ebben a rossz időjárásban följöttél. Tessék? Ezt mondjuk, hogy... Köszönöm szépen, hogy már írtam neki. Csak nem ismer. Igen. Mert olyan veszem el, hogy 2014-ben folyamatosan, 2016-ban gyakorlatilag nem ismer. Tehát több mint 20 éve ismerjük egymást személyesen, és értve érzem magam nagyon sok ok miatt, úgy gondolom, hogy ő választott engem, álljunk ki. Jó. Hát ma nem fog, Mickó. Sajnálom, hogy így alakult, mert tényleg én tudom, hogy akkor azért legyünk a történelmi hűség kedvéért mi is hitelesek, tehát nem megtiltottam, hanem azért nem szoktam meg, hanem kértem, hogy ha hosszabbra akarod engedni, a közmeghallgatás alaposabb terepe annak, hogy bőven kifejtsd véleményedet, úgyhogy csak megnyugtatásképpen, tehát Adorján képviselő nem miattad ment el, hanem nem is jött ma, tehát nem tudott ma részt venni a képviselő testület ülésen, és hű volt önmaga, az ma sem jelezte, hogy nem tud jönni. Tehát azért ez a történelmi hűség, ez is hozzátartozik, mert azért egy városvezetés annyit megérdemelne, hogyha valaki nem tud jelen lenni, akkor mondjuk jelzi, hogy ma éppen nem leszek ott. De hát ez van. Jó. A zöldváros kapcsán tényleg csak annyi, hogy az Ötvös kúria teljes felújítása, a zöld felület növelés, az Ötvös utcának az aszfaltozása, játszótér kialakítása és ingatlan vásárlás szerepel ebben. Csak hogy a képviselők felé jelezem, nyilván ugye Mickót, Mihályt vagy Misit az érdekli, hogy gyakorlatilag az ingatlan vásárlásnál mi lesz, hogy azt. Ezt még mi sem látjuk, mert hogyha ott az ingatlan beszerzésére esetleg olyan források vannak, ami nem teszi lehető, akkor nekünk is újra kell gondolni, mert azért jók úton ingatlant szerezni, azért nem egyszerű feladat. Meg a bolt is ott van nyilván, így van. Így van. Jó. Tisztelt jelenlévőket kérdezni, van-e kérdés? Szilágyi Gyula úr. Akkor már nem is mondom a nevem, mert úgyis tudjátok, Szilágyi Gyula vagyok. Én a központban lévő forgalom áldatlan állapotáról kérdeznék, hogy lett-e valamilyen érdemleges lépéstél, vagy elképzelés, vagy gondolat, hogy mit kéne tenni. Mert az, ami ott van, az uralkodik, az nem egy jó dolog. Mert én említettem már, meg javasoltam, hogy kellene ilyen mondjuk 40 kilométeres sebességcsökkentést tenni oda, mert az emberek úgy száguldanak ott a kocsival, hogy én mikor nézem, hogy nincs senki, mire már a középre érek, már ott van a kocsi. Úgyhogy itt valamit tenni kéne ennek érdekében, hogy ne így legyen. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Három magyar igazság, Lajos, Múzsa Lajosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, szeretettel üdvözlök mindenkit. Múzsa Lajos vagyok, nem kell bemutatkoznom. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Én azt gondolom, hogy ez nem egy sportgyűlés. Elfelejtettünk szólni arról, hogy amit ez a, személy szerint mondom, ez a futballcsapat végrehajtott, abban nagyon sok munkája van szerintem a városi vezetésnek is, hiszen olyan státuszból indultunk a második fordulóra, hogy vagy sokan nem hitték el, hogy ez a csapat képes lesz bennmaradni a megye első osztályba. Én azt gondolom, hogy ezt a várost megilleti a megye első osztályú csapat, és amikor úgy döntött a sportelnök úr és a vezetősége, hogy olyan embert fognak felkérni vezetőedzőnek, mint Farkas Béla barátom, nyugtassa a jó Isten, közben ő elhunyt. Akkor viszont kihozták a maximálisat, és ez a csapat bebizonyította, hogy nem hátul kullog, hanem az első öt helyzet között ott van.
egy pici kis szerencsénk van, meg egy kis odafigyelés, szerintem dobogósak is lehetünk volna. Én meg szeretném köszönni a városvezetésnek, a testületnek is, mert én azt gondolom, hogy ha itt nem lett volna anyagi hozzájárulás, támogatás, ez nem jöhetett volna létre. És amit viszont szeretnék megmondani, úgy gondolom, hogy most már eljött az idő, amikor a városvezetésnek is arról kellene gondolkodni, hogy a város külső területein is és belső területein is milyenek a járdáknak a viszonya. Mert sajnos vannak olyan helyek, ahol nem megfelelő, most már nem megfelelő. Elsősorban én beszélnék, nem azért, mert az én fajtáim laknak ott, de a Kraszna utca, Széchenyi utca, az Sport utca életveszélyes. Ott, ha járdán megyen egy gyerek, az elesik, az úgy össze fogja törni magát, de nem azért fog elesni, mert lehet, hogy nem figyel oda, hanem már ezek a régi, hagyományos beton járdák, ezek már úgy ki vannak, hogy akkora kövek állnak ki belőle. Arról nem is beszélek, hogy ott gyerekkocsival végig menni életveszély. Ha pedig kimennek az utcára, ez már köztudott, hogy tudja a városvezetés is, hogy akkor megy a rendőrség, 5000-től 50-ig vágják a büntetést. Mi már ebben próbáltunk intézkedni a rendőrséggel is, de sajnos ők mindig csak arra állítanak, hogy ami jogszabály, az jogszabály. Mi ezt elismerjük. Én ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most várhatnám a negyedik hozzászólót, de ha csak a járási hivatal vezető úr nem szól hozzá. Egy a lényeg, először Gyuláira, Gyula felvetésére. Nyilván látjuk mi is azt, hogy a főtér közlekedési problémája az adott mindennapos, különösen a reggeli időszakban, különösen amikor iskolai időszakban, valamint délután, amikor a ruhagyárból kijön a szerencsére sok ott dolgozó, valamint az esti időszakban, olyan fél öt magasságában, 4 óra, 5 óra magasságában. Kicsi a keresztmetszet, látjuk ezt a dolgot. Már sokszor fölmerült az járási közbiztonsági fórumokon is, a közúttal való egyeztetésnél is, hogy mert volt, aki ezt észrevette és felvetette, hogy nem lenne célszerű mondjuk sárga villogón hagyni a lámpákat mondjuk a református templomnál. Ez is fölmerült, hogy az is a forgalmat gyorsítaná, hogy akkor ez a része hamarabb átmenne. Az, hogy ott gyalogos átkelőhely nincs, azt korábban is fölmerült, a rendőrség ezt nem tartja jónak, veszélyesnek tartaná azt, hogyha a ruhagyárból kiözönlő tömeg egyből az utcán köt ki, tehát ezt nem támogatták. Ez sem jobb egyébként, hogy azon az oldalon mennek, de ott a gimnázium előtt és a Szabadságtéren van egy gyalogos átkelőhely. Az, hogy most sebességkorlátozó táblát betenni, hát most erre mondok valamit. Itt a hivatal előtt, amikor egyirányosítottunk a nagy forgalom miatt, hiszen a járási hivatal megnövekedett ügyfélforgalma, a mi megnövekedett ügyfélforgalmunk nem tette biztonságosá ezen a kis szakaszon a ki- és beközlekedést és az egymással szembeni közlekedést, akkor nagyon sokan szittak bennünket, pedig hát a rendőrök büntették őket, nem mi. Tehát ezúton is felhívnám a lakosság figyelmét, hogy aki ide érkezik a Városházára, az körbe a kis ABC-nél tud kimenni, vagy a Alkotmány utcán, tehát itt visszafelé fordulni nem lehet. Még egyszer mondom, ott elgondolkodhatunk ezen, hogy esetlegesen sebességkorlátozó táblát kitenni. Nem tudom, hogy ez a megoldás, de ez szerintem egy koncepció kérdés, egy olyan közlekedési koncepció, ami kapcsán város egészét át kellene tekintenünk. Egyirányosítást, sebességkorlátozásokat. Látjuk azt, hogy azok az intézkedések, amelyeket hoztunk, például az egyirányú utcáknál, véleményem szerint, és ezt a rendőrség és statisztikák is alátámasztják, csökkentek a balesetek a keresztbe menő, a Dózsa-Györgyön, illetve a Táncsicson. Elsősorban a Dózsa-Györgyön keresztbe menő utaknál, ahová legalább felfestésre kerültek útburkolati jelek. Ugyanígy a Kórház utca, az Ady Endre utcánál is. Most néhány fekvőrendőr kihelyezése is megtörtént. Ez van, akinek bosszúságot okoz, de hogy a forgalmat lassítja, az biztos, a cél pedig ennyi volt, hogy biztonságosabbá tegyük. Nem tudom, Gyula, hogy azon kívül van-e konkrét javaslatod, hogy esetlegesen sebességkorlátozás, vagy van-e más is, esetlegesen jöttét kész koncepcióval, mert bármire.
hogy lámpát is esetleg meg kéne szüntetni olyan helyen, ahol nem annyira indokolt. Igen, egyeztetünk egyébként ott a közúttal is, abban az ügyben, hogy a Szabadságtérről a Szent István park felé lenne egy egyenesen haladó és egy barlefordulósáv, ez is csökkenteni a tumultust. Meg kell ezt még egyszer mondom vizsgálnunk, de ez egy javaslat. Úgy tudjuk, hogy a közútnál hamarosan vezetőváltás lesz, én bízom benne, hogy a leendő vezetővel jobban szót tudunk majd érteni, hogy milyen formában azt majd meglátjuk. Egyelőre itt 32 vagy 37 cm hiányzik az út szélességéből, hogy ezt a dolgot meg tudjuk valósítani, meglátjuk majd, hogy ebben lehet-e előrelépni vagy sem. Lajosnak az önkormányzat és valamennyi képviselő nevében köszönöm az elismerő szavaidat. Mi valamennyi egyesületre odafigyelünk, valamennyi civil szervezet kap támogatásokat. Nyilván labdarúgás az a sportág, ami a sportág, ezen kívül pedig nagyon sok minden jelen van még a városban. Úszás, aztán ezen kívül a kajakkenu, a judó, a kosárlabda, a röplabda, de ugye nyilván a foci az, a kézlabda a Vitka esélyben, a foci az, amivel mindenki foglalkozik. Ezt mindig elmondjuk, hogy Vásáros nem egy speciális város, hiszen 9136 lakos él itt, és gyakorlatilag van három felnőtt foci csapatunk, és ezen kívül a megye 3-as csapatunk kívül, a megye 2, megye 1-nél utánpótlás korosztály mindenhol. Ami pozitív és ami mindenképpen egy új elem az elmúlt 2-3 évben, hogy a korábbi feszültség a Gergely-Ugornyai és a Vásárosnaményi csapat és annak vezetősége között szerintem tompult. Egyre több játékos, aki nem fér be a megye 1-es csapatba, az kikerül a megye 2-es csapathoz. Szirák Józsiék ezt korrekt módon kezelik, megszűnt ez a csábítgatás. És a Vitkai csapat előtt meg emelem karapom, én szombaton is kint voltam, meghívtak a záró vacsorájukra. Ők lelkesedésből csinálják a megye 3-at, erre szükség van. Aki úgy gondolja, hogy nyilván jó lenne, ha lenne egy MB3-as csapatunk, hát Naminkban ez sosem lesz így, hogy csak egy felnőtt csapatra kiegyezve. Szerintem ez nem követendő. Inkább ami nagyon fontos, hogy a legtehetségesebb fiatalok, hiszen ne felejtsük azt sem, hogy a DS-t azért még amikor Csaba idejében a nagy VS-e akkor ugye megszűnt, egy forrás oda átkerült, és utánpótlás nevelés nem szűnt meg. Tehát most értünk oda, hogy a mostani FIB-ben már azért 6-7 saját nevelős játékos van, és a nagy csapatban is vannak azért olyanok, akik a DS-ből nevelkedtek, de most már a VS-e is az U7-től U19-ig minden korosztálya foglalkozik. De ehhez az kellett, hogy a helyi focisták hazajöjjenek, a helyi csapatban lehetőség szerint helybeliek tudjanak játszani, és volt egy elv, hogy minél több Naményi legyen a Naményi, a Gergely-Ugornyai és a Vitkai csapatban. De láttuk azt, hogy a megye egy, és amire utaltál az a megtorpanás, az annak volt köszönhető, hogy csak helyi játékosok voltak, és vagy a képességekben, vagy a hozzáállásban volt valamennyi gond, hiányosság, és ezért kellett tényleg köszönet még egyszer a szegény Farkas Bélának, hogy 2-3 távolabbról érkező nagyobb MB-s múltal, mert van MB1-es múltal rendelkező játékos is került ide, de azt látjuk, hogy van egy település, ahol ha valaki megszületik, és fiú, és meglátja a labdát, az focista lesz, ez pedig Jánd. Tehát látjuk, hogy Jánd tele van olyan tehetségekkel, akit adnak Naminnak, Gergely-Ugornyának, Vitkának. Tehát ez így van jól, de szerintem már többet beszéltünk a sportról, mint a közmeghallgatáshoz illik. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a képviselőtestület korábban is, és most is támogatja a civileket, egyesületeket, de azért arra ösztönöznék mindenkit, hogy amíg van TAO, addig a TAO-ban rejlő lehetőséget használják ki, mert azért arra építve, és nem csak az önkormányzat támogatásra építve kell ezt megvalósítani. Lajos, én meg most visszadom a labdát, és köszönöm azt, hogy amikor a cigányság körében bármilyen sportos megmozdulás van, annak tényleg próbálsz mindig élére állni és beleállni, azt meg külön köszönöm, hogy az elnökségből egyedül te vagy itt. Köszönöm szépen, nekem ennyi lett volna. További hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, én tényleg mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, jelen volt. Én Rudamisitől azt kérném, hogy tényleg, hogyha írásban szeretnél még valamit kérni, azt nyugodtan add be, hozd be, és köszönöm egyébként a munkádat, amit az Alkotóház kapcsán kifejtettél. Volt szerencsém belehallgatni a Bangó Margit városunk díszpolgára által fölmondott mesékbe, úgyhogy hiszem azt, hogy hamarosan azt mindenki
élvezheti majd is, és tényleg kialakításra kerül az alkotóház. További szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen. Jaj, Lajos, bocsánat, elnézést! Elnézést, polgármester, a második kérdésemre nem kaptam választ ezzel a... Ja, járdák, bocs, járdák. Igaz, jogos. Köszönöm. A járdák. Gáz Zoltán csoportvezető urat megkérném, hogy nézzük meg ennek lehetőséget, hogy állunk a járdák azon város, illetve nézzük meg, hogy a projektben, és azért jól is ezt felvetetted, a zöldváros projektben egyébként abban is van valami, az Ötvös utcára vonatkozóan, illetve a leromlott városi területek rehabilitációja a projektünk, amennyiben nyer, ott is egy 283 milliós, és abban is van. Azt meg tudjátok majd nézni Zoltánnal egyeztetve, hogy mit tartalmaz az a projekt, és amikor nyer, akkor ebben tudunk majd lépni. Köszönöm szépen, figyelmeztetél, valóban ez így van. A rendőrségre is utaltál még a közmeghallgatásunkon is, de itt a járási fórumon ezekre kapitány úr válaszolt, és holnap lesz egyébként a Tóth Attila Lezeres úrnak a kinevezése 10 órát, úgyhogy december 1-től ismét kinevezett rendőrkapitánya lesz a városunknak. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok mindenkinek!